Sziasztok, skacok, üdvözöllek titeket! Itt is lennénk egy teljesen új játékkal, a Cult of Dilemmel, amit egyébként ajánlottatok is külön, illetve én is már pár napja szemezek ezzel a játékkal, úgyhogy úgy voltam vele, hogy próbáljuk ki streamben. Fogalmam sincs egyébként, hogy mire számít, csak én a grafikája miatt voltam úgy, hogy szeretném kipróbálni ezt a játékot, illetve van egy külföldi videós, akit követek, a Cryptic Fox, és ő egyébként hasonló játék ízléssel rendelkezik, mint én, és most nagyon-nagyon rákattant erre a játékra, úgyhogy úgy gondolom, hogy nekem is tetszeni fog, úgyhogy főként ezért döntöttem úgy, hogy szeretném ezt a játékot kipróbálni. Én szerintem gyorsan rá is mennék arra, hogy kezdjük el, aztán meglátjuk. Még mondom, el se indítottam, szóval minden teljesen új mentés, és nem tudom, hogy van-e benne multiplayer mod, mert hogy kérdeztétek, hogy lesz-e más is? Oké, rendben. Ez már most nagyon fura lesz. Hogyha jól tudom, akkor egy ilyen saját szektát kell majd irányítanunk, illetve saját szektát kell majd létrehozni. Egy kicsit ilyen Don't Starve-os grafikailag ez az egész. Hát menjünk itt szerintem tovább, gondolom ez lesz így a játék intrója. Viccesnek tűnik úgy alapjáraton, már csak azért is, mert mondom, van benne egy ilyen horror vonal, de közben meg tök aranyos a játéknak a grafikája. De nem hiszem, hogy horror lesz szerintem, csak így ilyen Don't Starve-osan horror. Legalábbis remélem. Köszönöm közben, skacok, a sok-sok mindent. És akkor feláldoznak minket, mondjuk az áldozati bárányok. Igen, gondolom ezek lesznek a gonosz istenek. Eléggé úgy néznek ki. Le kell térdelnünk. És igen. Ez az utolsó áldozati bárányka, mi vagyunk azok. Úgyhogy megnézzük, hogy mi lesz így. De én bízok benne, hogy túléljük ezt a dolgot. Hozzák a bártot! Sutty! És akkor ez pedig már a túlvilág? Vagy mi történt most itt velem? Sziasztok, skacok! Halihó, halihó! Van itt valaki, akit eléggé csúnyán láncra vertek. Gyerek, közelebb, ne félj tőlem! Mivel már úgyis halott vagy, szükségem van rád. Jónak hangzik. Igen, azok a bolondok azt gondolták, hogy meg tudnak állítani. De pont téged küldtek elém. Adok neked újból életet, de ennek ára lesz. És igazából az lenne a kérés, hogy egy saját szektát alapítsunk a nevében. Megegyeztünk? Igen, vagy természetesen? Abszolútli. Sziasztok, skacok! Más döntésem nem nagyon volt. Hát na, le kellett paktálni a gonosszal. Ilyen ez. Sziasztok, skacok! Miről szól ez a játék? Most indítottam el 3 perce, úgyhogy még nekem is új. Nem néztem róla videókat, csak mondom, azt láttam, hogy egy videós, akit követtek, egy angol videós, ő nagyon-nagyon rá van kattanva, és ő elég jó játékokkal szokott játszani. Na, és akkor gondolom, ezeket kell most itt lecsapkodni. Szóljatok, hogyha túl hangos most itt a játék, mert simán elképzelhető, akkor majd halkítok rajta, legalábbis remélem, hogy majd itt is tudok. De amúgy nagyon cuki. Ajt írva már, hogy dodzsoljak, hogy elkerüljem őket. Wow! Gyere! Kapod! Illetve skacok, most készítettem több treasure boxot is, és ahogy látom, Imu is készített nektek treasure boxot Trovon. Szóval, hogyha Trovon néztek a streamet, akkor tudtok nyerni is. Szövetséget kötök az ördöggel. Úgy. Úgyhogy, ja, ez valami birkaland. Az, abszolút. Hello, zöld háttér, hogy? A zöld háttér az mindig itt szokott lenni, csak van, amikor el van húzva. Magának a zöld háttérnek a hatása akkor jelentkezik, hogyha én bekapcsolok egy Chroma King nevezetű dolgot. És ugye akkor nekem nagyon meg kell magamat világítani, tehát nem azzal van a bajom, hogy egy zöld vászon van mögöttem, hanem azzal van sokszor problémám, hogy ugye nagyon meg kell világítani magamat, egy az, hogy a szemnek nem tesz jót, nyáron meg rohadt meleget csinál a szobába. Azt mondja, ő Ratau. Őt is úgy választották ki, mint engem. De ezok a napok már rég elteltek, rég elmúltak. Azért vagyok itt, hogy téged vezesselek.
és elmetek veszélyben vagyunk. De elméletileg biztonságban tud engem vezetni az erdőn keresztül. És itt lesz a közelben, ne aggódjak, jó? Itt ezeket a ládákat vajon van értelme szét? Itt mindent szét tudok verni ebbe a játékba. Ez az! Mondjuk nem tudom, hogy tudok-e majd gyűjtögetni ilyesmi. Remélem majd lesz ilyesmire is lehetőség, mert szeretek gyűjtögetni a játékokba. Milyen napom volt? Elment, köszönöm szépen, jó a hang, minden király. Közben itt rám támadtak egyből, bocsánat. A saját életemet viszont nem látom, tehát lehet, hogy ilyen örök életem van. Vagy még csak a tutoriálban van örök életem. Az is simán elképzelhető. Ó, oh, wow, micsoda láda. Van inventory, coin. Coin. Currency, food items, player. Ó, oh, itt lesznek különböző képességek, hogyha jól látom. Milyen édes egyébként. Úgy néz ki, mint ezek az új Cartoon Network-ös mesék egyébként szerintem. Maga a karakter, ilyen kicsit ilyen. Új Cartoon Network-ös mese feeling hangulata van. Elég sok mesébe hasonlóan néznek ki mostanában a karakterek. Csapján nagyon aranyos. Igen? Cuki nagyon. Majd biztos szerzünk rá egyébként többféle ruhát, mert ahogy láttam, azt is lehet majd így váltogatni. Legalábbis nekem úgy nézett ki. De bírom azt is, hogy meghal az ellenségem, és átváltozik ilyen kis csontvázzá. Itt is kaptam egy kis coint. Hát szerintem nincs értelme egyébként itt szétzúzni mindent. Na de itt most tudok lefele is menni, meg több irányba is. Lehet érdemes lenne nem mindig csak egyenesen menni. Huha! Huha, huha! Kaptam még több pénzt. Meg szétvertem egy izét, egy sírkövet, csak mert az olyan aranyos. Les, ma még stream, les. Les tervekben van, este fele valami. Viszont szeretnék ma fölvenni egy videót, egy ilyen kérdezfelek videót, ahol egyébként tudtok kérdezni Instagramon. Ha még esetleg nem követtek Instagramon, akkor... akkor itt a remek alkalom. És akkor ott lehet így kérdezni, és akkor majd abból szeretnék így a két stream között fölvenni egy ilyen kis videócskát. Mert tök rég volt ilyen is, és már így hiányzik. Rég beszélgettünk, rég kérdeztetek tőlem mindenfélét. Jó, szerintem azon a nagy ajtón kell bemennünk. Olyan cuki ez a bárány továbbra is. A Little Space Shop-os? Kicsit olyan igen a karakter, annak is lehet igazából mondani. Bár mondjuk én abból a meséből nagyon keveset láttam. Ilyen LP-es feeling. Már majdnem elértük a biztonságot, de nézd csak előre, itt van még egy ártatlan lélek, akit fel szeretnének áldozni. Mentsük meg, mert akkor nem lesz más választása, csak az, hogy hozzánk csatlakozzon. Jaj, de édes, mi ez itt? Igen, és továbbra is ezek csak itt mindenkit megölni akarnak. Nem tudom, nekem is amúgy majd fel kell áldoznom lelkeket? Életeket? Igen. Nem! Nem bántatod! Megmentelek, kis szőrgumó! Szőrmó kizé, meg kell, hogy mentsük. Egyen meg, de aranyos! Megmentelek! Aztán szolgálhatsz engem, lehetsz a talpnyalóm. Ez egy kis farkas? Vagy süné, nem tudom, hogy mi lehet ő. Azt mondja, hogy elnyelt a föld. Ez nagyon édes volt. Mi ennek a játéknak a neve? The Cult of the Lamb. De elmertek, azt látjátok, mert megadtam a trovón is azt, hogy milyen játékkal játszok. Lehet, hogy hód, igen. Elértük a biztonságos helyet, ügyes voltál. Igen, és a piros koronával tudom majd használni ezeket a jelzéseket a földön, és tudok teleportálni. Egy elhagyatott templomba fogok kerülni, ahol elkezdhetem az új szektámat. Majd ott találkozunk, köszönöm szépen! Azt a mindenit! De tényleg egyébként annyira édes! Fönt lesz a YouTube-on a live? Igen. Fönt lesz. Mondom, amúgy is akartam játszani ezzel a játékkal, igazából nagyon vaciláltam, hogy videót készítsek belőle, vagy streamet, de szerintem annál azért farmolósabb lesz, hogy videóban legyen. Legyen medium.
nem akarom magamat túlzottan megszivatni, de azért azt sem akarom, hogy nagyon egyszerű legyen minden. Igen, ez a terület pedig egyszer, ami az övé volt, most már az enyém. És itt lehet az új szektám. Még sok mindent kell megtennünk, például ezt a ártatlan lelket kellene ugye ide vezetnünk. És hogyha vannak követőim, akkor ők majd farmolni fognak nekem fát és követ. Itt is van! Egyébként tényleg egy tök rajzfilm ez szerintem. Na itt az új követőm. Vezess engem a szektádba, és követem a tanításaidat. Bah! Azt mondja, de édes! De édes! Ez nagyon-nagyon tetszik ez a játék. Köszönöm szépen a sok mindent közben, amiket itt küldtetek. A játék grafikájára nekem valamiért a Gumball jut az eszembe. Igen, egyébként eléggé hasonló. De van több ilyen Cartoon Network-ös mese is, aminek hasonló a grafikája. Beállítottam rabszolgasorba az új lelkeket, így is kell ezt csinálni. És hát lehet egy neve, na, skacok, itt a remek lehetőség, mi legyen a neve? Mi legyen a neve ennek a kis... Nem tudom minek. Szerintem süli. De valami ilyesmi. Hány órás lesz a stream? Nem tudom. Ameddig élvezem. Steamről van a játék. Igen, általában Steamen szoktam megvásárolni a játékokat. Mivel a legtöbb játékom ott van, több száz játékom van egyébként Steamen, mert sokszor kapok így fejlesztőktől is. Bár ezt most sajnos pont nem kaptam meg, de ez nem tartott vissza. Büdi, Édi Farkas, Kokó Szörmók, Sonic, Roxy, legyen Imu. Szegény. Szúrós Luna, sárkány. De én ezért is szeretem inkább a Steamet, mert egy helyen szeretem látni a játékokat. Lehet, hogy egyébként meg lehet venni a Epic Store-ba is. Gombóc, Kokó, Gömbi, Tüske, Bánat, Nünüke, Pá, Mushroom, Gombóc, Kókusz, Andi, na nem semmi! Én legyek az első, izém, rabszolgám, saját magamat rabszolgásítsam. Gömbi, a Gömbi egyébként aranyos. Gömbi. Jó van, köszönöm, skacok! És lehetnek ízét is választ. Lehet kis róka! Ja, csak nem mindegy, gondolom, hogy honnan szerzem be őket. Lesz mindenféle állat. Meghagyom neki ezt az alapkinézetet, de lesznek itt tök cuki állatkák. De jó! Ez tetszik. Csúszkolor, a színét is meg tudom választani, vagy ki tudom választani, de én meg akarom őt hagyni alapnak. Aztán majd a maximum a többinél változtatunk slot, aki majd lusta lesz és nem akar nekünk dolgozni. Illetve... hogyha jól alszik, akkor többet fog adni, vagy valami ilyesmi. Köszönöm, Aksu! Nagyon szépen köszönöm a Bravo-t! Te édes! Gömbi ma. Chop trees vagy mine stones. Menjen fát vágni. Miránónak is nagyon szépen köszönöm közben a rózsákat. Biztos lesz majd még karakter, akit el tudtok nevezni, szóval ha esetleg nem olyan nevet választottam, amit írtatok, ne aggódjatok. Igen, és a kezeimben ez a szekta nagyon gyors és erős lesz. Úgyhogy enniük kell. Össze kell gyűjtenem a különböző alapanyagokat, hogy csináljak egy tüzet, ahol tudok majd ételt készíteni a követőim számára. Oké, és gondolom akkor én is tudok bányászni, tehát nem csak ők. Aha, jó. Na itt a Minecraft, egyből. Nem tudok rá nagyítani? Amúgy tök jó, nekem ez nagyon bejön. Van cuki a grafikája, de közben van egy ilyen sötét vonal benne. Nekem nagyon-nagyon bejön. Úgyhogy, ja. Legyen majd egy Baltazár. A Baltazár egyébként továbbra is tudom, hogy honnan volt nekem ismerős, mert tudom, hogy mondtam a videóba is. És nem tudom. Mert ugye írtátok, hogy valamelyik kalandpályánál, de szerintem nem onnan. Még ez nekem ilyen nagyon-nagyon régről van, szóval lehet, hogy azért nem is... Nagyon fogja senki sem megfejteni, de nagyon régről ismerős nekem ez a Baltazár téma. Build a cooking fire. Itt építkezni. És akkor tiszta Dawnstar egyébként. Ez zseniális, nagyon tetszik. És akkor ki tudom választani, hogy hova akarom lerakni. Egyébként lehet, hogy a cooking fire-t azt... Jó, legyen ott. És akkor ez így magát megépíti, vagy nekem kell build? Nekem kell megépíteni.
akkor tudok nekik ételt készíteni, basic berry bowl, amihez 6 darab ilyen kis cucc kellene. De akkor elmegyek és szedek bogyókat. Köszönöm Kisrigó közben a 2 darab szívecskét, meg a 4 darab csodarózsát. Karakter is egy szektatagnak tűnik, de nem biztos, én a vezetőjük vagyok, mert hogy elméletileg így tudtam megszabadulni. Így tudtam feléledni. Hogyha egy saját szektát vezetek, a gonosz megkért rá, hogy segítsek. Igen, itt a szektámnak az éjsége látszik. Nem szabad, hogy éhezzenek. És ahogy látom, tudok majd haladni és szedni dolgokat, illetve vannak farmok. Oké. Majd tudok magvakat is vásárolni. Remek. De első körben én szerintem magam összeszedném ezeket. Ez mi volt? Ami fura hangot hallottam. Berry bush seed. Oké, ezeket majd el is tudom szépen ültetni. De gondolom egy idő után majd sokféle kaját akarnak enni, meg ilyenek. Szóval biztos nem lesz olyan egyszerű a dolog. Milyen élvezettel szedegeti. Imádom azt az élvezetet a fején, ahogy szedi a bogyókat. Bogyó! És akkor itt tudunk készíteni kaját. És ez egy csillagos. Biztos akkor majd lesznek ilyen válogatósak. Igazából kettő játékhoz tudnám hasonlítani. Grafikailag a Don't Starve-hoz, meg talán így a craftoló menü szempontjából a Don't Starve-hoz. És a másik is egy clay játék, az pedig az Oxygen Not Included. Hogy ott is ugye egy teljes ilyen embercsapatról kell gondoskodni. Köszönöm Kisrigó a Defendet. Azt a mindenit kaptam, ezért kis király kincsét is. Leon Lime-ot nagyon szépen köszönöm, meg a cash... Most látom csak a cashbanget, köszönöm szépen. Sziasztok skacok, közben akik esetleg most jöttek. Nagyon-nagyon cuki ez a játék, épp főzök, tök chill. Na, örülök. Örülök, hogyha tetszik. Nekem is amúgy. Nem a Strayből a robot? De igen, csak ott jött föl, mint téma. Hogy ez a Baltazar, ez vajon... Ki lehetett, vagy mi lehetett, ami miatt már alapból ott nekem ismerős volt. Ja, most egy shrine-t kell építenünk, viszont több követőre van szükségünk, és több coldra, több pénzre. Viszont ezeket úgy fogom megtalálni, hogyha elmegyek és kalandozok. Igen. Vannak olyanok, akiket már alapból fogságba ejtettek a bishopok, a gonoszok. És gondolom akkor őket meg kellene mentenem még mielőtt feláldozzák. Igen. Mert hogyha nem megyek oda időbe, akkor ugye megölik őket. És nem tudjuk őket kiszabadítani. Úgyhogy most menjek, keressek pénzt, aztán utána szabadítsak fel lelkeket. De akik esetleg nem akarnak velünk jönni, azokat pedig majd valahogy tudjuk kényszeríteni, hogy csatlakozzanak. Tehát így segítünk nekik, ha akarják, ha nem. Csatlakoznak, ha akarják, ha nem. Szerintem jobban járnak akkor, hogyha... Én... Vagy hogyha maguktól akarnak jönni, és akkor... Darkwood, open door, ott van egy darab kiszabadításra váró lélek. Azt akkor tudom kinyitni azt a területet, hogyha már 9 követőm van. Ide 7 követő kell. Ezek a pókok. Ez pedig 12, tehát akkor ez így a kezdő terület. Ez a zöld kapu. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy itt mi van. Van egy külföldek, hogy jön ezzel a játékkal játszik. Most elég sokan játszanak ezzel a játékkal. Elég sokan játszanak most ezzel a játékkal, és amúgy... Értem, hogy miért, mert tök király. Mondom, én is egy Cryptic Fox-tól láttam, egy Cryptic Fox nevű videóstól, és ő nagyon-nagyon hasonló játékokkal szokott játszani, mint én, nagyon bírom egyébként a stílusát. Pár ezer követője van szegénynek, minden este streamel egyébként, de nagyon-nagyon csípem a srácnak a humorát. Jó. Kaptam egy szép kardot, egy kis csodaizét, sityakot, és akkor ezeket meg szét tudom már verni, de mi van ide írva? Ez Leshy Bishopnak a területe. És akik nem követik őt, azokat mind meg kell ölniük. Hát jó. Tehát akkor itt most minden, ami él és mozog, az rám fog támadni, mert itt mindenki az ő hívei.
De így akkor tudok gyűjtögetni, és akkor emeltőleg találok majd újabb és újabb követőket magam mellé. Még úgy a YouTube-on nem így kell szerezni a követőket. Vagy bárhol máshol. Ennyit vért, verejtéket izzadni azért, hogy kövessenek néhányan. Valahogy ez egy kicsit egyszerűbb az interneten. És akkor ott látok egy térképet, viszont ezt nem látom, én kérdőjeleket írkál, hogy... Mivel hol lesz az, akit fel tudok szabadítani? Kártyázni fogunk? Igen, a kártyák megmutatták neki sok-sok élettel ezelőtt. És a... Már megvannak a kártyáim. Vigyem magammal őket, és aztán rajzol újakat minden alkalommal, amikor találkozunk. És ezek erőt adnak nekem, ezek a kártyák. Milyen erők? Azt majd meglátom, mert hogy ezek a kártyák határozzák meg, hogy milyen erőt kapok. The Lovers. Oké, okay, Fortune's Blessing. Receive double the health when healing. Vagy plusz egy szívet. Szerintem akkor itt lehet majd ismerkedni a követőkkel, úgy mint mondjuk a Stardew-ben? Mert az mondjuk nekem tetszene. A legjobb abban az is, amikor az ember meg tud ismerkedni másokkal. Nem tudom, melyiket lenne érdemes, melyik kártyát választani. Nekem tetszik a játék, abszolút. Igen, van egy ilyen cuki beütése, meg mellette ilyen kis horror is talán egy picit. A heal egyébként nekem hasznos. Igen, nem tud vitatkozni azzal, amit választottam. Úgyhogy remélhetőleg jól választottam. Á, és most már látom, hogy ő majd ott lesz. Tehát minél nagyobb területet járok be a térképen, már ugye előre ezeket látni fogom. Mert hogy healelni nem tudom, hogy hol fogok tudni. Azta! Jó! Lehet, hogy a tábor tűznél. Mert csak mutatja majd a játék, amikor oda kerül a sor. Van nálam hús. Meg volt itt egy szívecske, ami jó feltöltötte az életemet, úgyhogy gondolom akkor... Most jól választottam, mert eléggé lement az életem. És ezeket a húsokat... Gondolom ezeket, hogy meg tudom szépen főzni, meg ilyesmi. Most csak erre lehet tovább menni. Remélem találkozunk majd azzal a szegény lélekkel, akit rabul ejtettek. De. Még egy kis morszel, ez is a nyúlhús, ugye a... Don't Starve-ba. Rengeteg coin. Remek. És itt van egy piros kapu. És akkor most el kell döntenem, hogy merre megyek tovább innen. Gondolom ott lesz majd akkor a lélek. Hát én inkább erre jönnék, itt középen. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire jó döntés volt. Majd itt tudok szedegetni bogyókat. És szerintem az hasznos lesz, főleg, hogyha több követőm van, akkor nyilván majd gondoskodni kell az élelmezésükre. Mit csináltam ma? Nagypapámnál voltam igazából. Csinált nekünk egy-két ilyen kiegészítés, ilyen kis dekorációs elemet az esküvőre. Mert hogy egyébként ő asztalos. És nála voltunk összeszedegetni ezeket a dolgokat, meg megnézni, hogy mi az, ami még esetleg javításra szorul, vagy módosításra szorul. Nagyon cuki egyébként a nagypapám, mert tényleg így segít egy csomó mindenbe ezzel kapcsolatban. Lesz-e még kivi? Én szeretnék. Köszönöm Niranu közben a tutti juice-okat. Nagyon szépen köszönöm. Remélem nem maradtam, de semmiről eszméletlenül nem szeretném, hogy harag legyen a vége. Igyekszem tényleg nézni mindig, hogy miket küldtök, de ha valamiről lemaradtam, bocsánat, mindent nagyon szépen köszönök. Köszönöm Áksónak is a winnert. Vámpíroknál hallottam a Baltazar nevet, ősi vámpírt neveztek így. Lehet! Lehet, hogy volt akkor a V-Risingban is ilyen. Majd játszottunk ugye a V-Risinggal is, az ilyen vámpíros játék. Bajba leszek, alig van már életem. És most itt nem droppolódott szívecske. Mi történik? Baj van. Ez valami boss lesz?
Lesi, hogy lehet ez? Elvágtuk a torkodat, bárány. Ahogy a fajtáddal ezt tenni szokás. És most pedig itt állsz. Ez elfogadhatatlan. Micsoda, ott van a fejeden a korona, az erő, ez hogy lehet? Még mindig erősebb vagyok. Húzd be a farkad és fuss el, kis bárány. Aranyos. Cuki. Én nem futamodhatok meg. Meg kell itt mentenem egy lelket. Ne. Fél életem van, úristen. Baj van. Most tényleg nagyon oda kellett figyelnem. Kaptam. Fél szívet kaptam, összvisz. Hogy összeverték? Piros, be van véresedve a szeme. Szegény. Köszönöm szépen az Andi lávat is, Action. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nézem, esetleg írtatok-e valamit. Úgyhogy ez ennyi volt igazából így a mai nap jó formán, hogy nagypapámhoz bementünk, és jöttünk utána haza. Mondom, ma szeretnék ilyen kis izét is csinálni. Hú, a fűből kaptam szívecskét, úgyhogy csak érdemes össze szedni. De így a mai napom egy kicsit lazább. A mai nap a szabad napom a héten. Ha mondhatjuk úgy. Ó, itt megint lesznek kártyák. Egy tarot kártya. Teleszkóp, amivel előre látom az egész térképet. Vagy erősebb fegyver. Hűha. Szerintetek melyik lenne a jobb? A teleszkóp, amivel egyből látok mindent. Az egyébként nagyon OP-nak hangzik, de az erős fegyver is elég jónak hangzik. Nem tudom, hogy tudok-e majd esetleg később fegyvert csinálni magamnak. Köszönöm szépen még a tutti csúzokat is. Erősebb fegyver, erősebb fegyver. Teleszkóp, erősebb fegyvert választanád. Erős fegyver. Teleszkóp. Hát ilyen fele-fele arányban, talán az erős fegyvert többen írjátok. Köszönöm kis Rigó Defendet. Legyen akkor az erősebb fegyver. Jó. És akkor mehetek előre. Tovább elmentek, már csak itt van egy ilyen kis hely. Hú, wow, mi lesz itt? Megint itt van ez az istenség, vagy nem tudom, minek nevezzem. Elég messzire jöttél, kis bárány. A követőim bármit megtesznek, értem. Te is elmondhatod ezt a sajátjaidról? A vezetőmért képes vagyok feláldozni magamat. Igen, és azt mondják, hogy a nagyistenek vérével pusztítsátok el a vörös koronást. Szuper! Azt, amit itt fúj, de csúnya vagy! Há, és ennyi élettel kéne nekem ezt izé? Az úgy aranyos. Mondjuk legalább látom előre. De még ezek a kis szörnyek is ilyen donsztárvosak egy kicsit szerintem. Mint a mély királynő, annak vannak ilyen kis követői. Ujjaj, ujjaj! Le kéne csapni, még jó, hogy az erősebb fegyvert választottuk. Halál azoknak, akik nem hisznek bennünk. Sőt, át tudom alakítani. Kérlek, bocsáss meg nekem, ne ülj meg. Képes vagyok csatlakozni a szektáthoz és követlek téged. Azt mondja. És jön velünk, ennyi volt. Ennyi volt. Idáig volt hű követője. Berry Bush seedet tudok, stunt vagy. Follower formot. Legyen a follower form. Szomár! Gondolom egyet tudok csak begyűjteni, aha. Tök jó. És akkor most már itt végig tudok menni. Tuti, ki lesz rám akadva az a másik ilyen szekta vezető. Köszönöm Szebi közben a szívecskét. Cuki volt, most meg jönnek a rondosságok. Á, nem hiszem. Kaptunk szamárformát, úgyhogy lehet csacsi követőm. Úgyhogy, ja. Nem semmi. Az andisták, tényleg, hát az andisták. Jó kis gartikfónos
streamekből itt vannak az andisták. Most, hogy mondod, eszembe se jutott. És több követővel kell visszatérnem. Ez még mindig nem elég? Megnyugodtam, hogy visszatértél biztonságban, és hogy nem egyedül jöttél, mert hogy még egy lélek csatlakozott a kis nyájunkhoz. Jó, és akkor őt is ide be tudjuk hozni. Igen, alakíts át a saját szektádhoz, és követlek téged. Na, neki mi legyen a neve? Most megint lehet neveket ajánlani. Ha már bárány B-vel kezdődik, akkor legyen B-andisták. Úgyhogy írjatok nyugodtan szörmók, bubu, zöldfülű, legyen ő imú, maszat, rudi, szörnyi, szörmók, szarvas, zöldike, Shrek, kis szarvas bánat, erős pisra, pamacs, szörnyi, kokó, szarvacska, Zuzu, a Zuzu egyébként aranyos. Nem tudom, hogy fiú-e vagy lány, mert hogy kérdeztétek, de... És itt is tudnék igazából neki kiválasztani egy formát. De mondom, én meghagynám neki szerintem még most is az alapot. Pedig tök jó pofák vannak, de értitek, na. Zuzu, és akkor akár a színén lehetne változtatni, csak hogy azért ne legyen minden ugyanolyan, de... Legyen ez, és akkor egy kicsit más. És önmagától... engedelmeskedik, tehát egy ilyen nagyon engedelmeskedő, könnyebb őt szintezni, és igen, ő is nagy lelkűen fog nekünk ajándékozni. Ő egy igazi jó lélek. Tök cuki. Őt viszont akkor elküldöm szerintem követ szedni. Mert akkor az egyik fát vág, a másik pedig követ fog nekünk farmolni. Igen, vagy dolgoznak, vagy pedig imádnak engem. És hogyha vannak olyan követőim, akik imádnak, és értem, imádkoznak, meg ilyesmi, akkor elméletileg kapok ilyen devotiont, amit be tudok gyűjteni. Viszont ahhoz, hogy tudjak ilyet begyűjteni, ahhoz kell nekem egy shrine, és akkor gondolom, most ezt kell szépen megépítenünk. Egy szobor, amit imádhatnak. Az oda a falu közepére. Pont jó is lesz. Mik azok a fején Zuzunak? Hát szerintem póktojások, nem tudom. Szerintem az. Igen, most már tudnak engem imádni a követőim, és van egy új követő. Jó, tehát hogy akkor ide kell majd őt beállítani. Na ennek viszont akkor egy másik formát választunk, mert ő ugyanúgy néz ki. És akkor ő milyen lény legyen? Kérlek, ne bánts engem. Na akkor neki is lehet nevet mondani. Most itt csak jönnek ezerrel a követők. Köszönöm Ács közben a Melodit. Menem kell az esélyt, viszont további jó szorakozás. Sajnálom, hogy menni kell, várunk majd. Csacska, Gigi. Kokó, ezt a kokót nagyon sokan írjátok, és nem csak egy ember spammeli, hanem tényleg sokan írjátok, hogy legyen egy kokunk. És akkor milyen állat legyen? Lehet ilyen kis szarvas, malac, ez talán kecske, macska, róka, szamár. Ez a kettő van, úgyhogy ezeket mondom nem annyira szeretném, ezek vannak. Tehát így a szamár, meg ez a kettő, négy, öt állatka, hat állatka közül. Legyen róka, malac, okém. Róka. Lóka! Legyen lóka. Kokó a róka. Jó. És legyen vörösebb róka. Én azt mondom, legyen vörösebb róka. Ő nagyon fél attól, hogy valaki meghal. Hogyha valaki meghal, akkor vesz itt a hitéből. Könnyű őt szintezni. És hát ez most nem tudom micsoda. Ezt a sót nem ismerem, bocsánatot kérek.
De majd utána nézzük. Köszönöm szépen, vagy ha valaki legooglizza nekem, azt megköszönöm. Bevallom, hogy nem tudok én sem mindent. Köszönöm szépen, Norbi! Köszönöm, Áks! Hol találtam ezt a játékot? Nézegettem is már, meg mondom, az egyik angol videós, akit követek, ő nagyon sokat játszik. Most feleskebb minden streamet félretolta és csak ezzel játszik, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt én is szeretném kipróbálni, mert nagyon hasonló a játékízlésünk. Igen, és akkor ezeket a devotionokat kell majd szépen begyűjtögetnünk. Minél több követő imádkozik értünk és imád minket a shrine mellett, annál gyorsabban fog ez feltöltődni, és hogyha ezt teljesen feltöltődött, akkor abba hagyják. Tehát, hogy akkor így tétlenül fognak ott átsorogni. Illetve, hogyha összegyűjtöttem elég inspirációt, akkor tudok új dolgokat feloldani, gondolom. A ágyat lehet majd nekik kraftolni, meg recepteket. Király! Ma. Már most kaptam egyet. Divine Inspiration Unlocked. Itt van a templomunk, Sleeping Bags. És ez templom kell. Jó, akkor a templommal kell kezdenünk, hogyha jól értelmezem. És akkor itt tudunk majd különböző rituálékat csinálni. Hát akkor ezt gyorsan fel is oldom. De majd az ágyak is jók lennének, meg majd... farm plot, sleeping bag. Oké, lesz itt egy csomó minden, tehát hogy a végén már rendes házat lehet nekik építeni. Ahogy látom, elég sok minden lesz, amit majd így föl lehet nekik oltani. Harvest, siló, komposzt. Majd el kell dönteni, hogy milyen irányba akarunk haladni. Börtön, az úgy kemény. Így gondolom, hogyha valaki izé nem akar csatlakozni hozzánk, akkor majd ott tudom megtéríteni. Jó. És akkor gondolom, most kell megépítenünk a templomot. Amihez kell 15 fa és 5 darab kő. Rendben. Na most mennyit gyűjtöttek nekem? Tehát nem megy a munka? Nekem kell egy izé összeszedni mindent? Jó vezető leszek, összegyűjtök mindent. Hú, hát ezt mire kiásom? Nem baj, addig tudom nézni a csetet. Preach az prédikált jelent. Nem az volt a kérdés szerintem. Moderátok miatt semmit nem tudsz írni. Hát csak azokat törlik, amik mikor lesz kérdések, és az benne volt a szabályzatban, hogy azt törlik. Sorozatos lesz ez a játék. Szerintem lesz bőle több stream is, igen. Nekem tetszik. Ágyak hamar szét fognak esni, arra figyelj, jónak hangzik. A zilös buzgót lelkes jelent. Köszönöm szépen. Akkor olyan ilyen túl buzgó, ha minden igaz. Imu hol van? Hát Imu nem tud csatlakozni, mert ez egy single player játék. Egyébként segít nekem. Most ugye YouTube-on nagyon sok videó volt. És ez annak köszönhető, hogy Imu segít nekem videókat vágni. Sokszor, úgyhogy most azt hiszem pont a Sims-eket vágja. Most felvettem tegnapi nap 2 darab Sims videót, hogy tudjam folytatni a középsulis sorozatot, és szerintem most ő vágja. Mi ez a játék? The Cult of the Lamb a játék neve, amira, hogyha szeretnéd, akkor Steam-en tudod megvásárolni. Hogy még lesz a stream? Lesz, persze! Nem sok értelme lenne annak, hogy eljövök egy streaming platformra streamelni, és csak híbe-húba vannak streamek. Bár most az elmúlt másfél hónapban tudom, hogy nagyon kevés stream volt, és tökre sajnálom, csak az az igazság, hogy tényleg alig van szabad időm. Holnap is reggel 8-tól ilyen este 8-ig utazok kávé folyamatosan. Mert ide-oda-amoda kell mennünk, hogy minden tökéletes legyen majd. Úgyhogy ja, köszönöm szépen, Potato Boss. Neked is a Tetris lábot. De a mai nap is igen, este is tervezünk streamet, arra is válaszoltam a stream elején, úgyhogy lehet, hogy azért lett törölve. Szeretnék majd, mert mondom, ez a mai napom, ez pont olyan, hogy éppen hogy csak el kellett menni itthonról, és most van időm így videózással, streameléssel foglalkozni, úgyhogy szeretném a mai napot erre fordítani mindenféleképpen. Jó, vágómester lett, hát... Ügyesen csinálja, úgyhogy tök nyugodtan rá tudtam ezt a részét bízni. Nem azt mondom, hogy minden videómat ő vágja, mert van, amikor én is csinálom ugyanúgy, de ez így most nagyon kényelmes és nagyon jó, hogy ő ebben segít nekem.
Jó, szerintem egyébként meg lesz most már a templomhoz minden, hogy neki esett ennek a nagy fának. Ha besegítek neki, akkor gyorsabban csináljuk. Szóval nagy fát is ki lehetne szépen vágni. Majd nekem kell takarítani a kakit, az úgy jó? Az úgy... Fincsinek hangzik. Na majd kíváncsi leszek, még odáig nem jutottam el, hogy legyen hol aludniuk meg ilyesmi, de gondolom majd a templom után az lesz a következő. Köszönöm szépen Bogi neked is a Tetrislavot. Úgyhogy mindjárt ez a fa is már felét kivágtuk közösen. Úgyhogy ja. Zseniális. Nem tudom még, Levi. Nem tudom, este milyen játék lesz, csak annyit beszéltünk, hogy szeretnénk majd egy kicsit streamelni. Úgyhogy nem beszéltük még meg, hogy mi az lesz kedvünk mind a kettőnknek, mert nyilván az attól is függ. De úgyis kaptok majd értesítést, úgyhogy nem kell kétségbe esni. Most kaptam egy csomó olyan izét. Imádkozz még értem, jó, köszi! És akkor most már meg tudom építeni a templomot. Na most az hova lenne érdemes? Hova lenne érdemes nekünk templomot rakni? Valahogy ide középre? Hát talán ide lentre, nem? Csak úgy lenne jó, hogyha ott tudnám, de ott most pont egy bogyó van. Mondjuk el tudom forgatni, de... túl sok értelmét nem látom a forgatásnak. Legyen itt a templom. Ahhoz képest, hogy középre akartam rakni, beraktam a szélire. De akkor nézzük, mit tud ez a templom. Köszönöm Szebi neked is. Azt a mindenit, mi történt? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Hány gipszub volt ez? Kik kaptak? Mindjárt nézem. 5 darab subgiftet betolt Imu. Úgyhogy köszönjétek meg neki mindenféleképpen. Ratau közben beszélt. Igen, ez lesz a szektámnak a közepe. És egyre erősebbek lesznek, minél több rituálit hajtok végre. És a hitük kell nekem, tehát hogy minél többen higgyenek bennem. Hogyha nagyon alacsony a hit szintje, akkor viszont ellenem fordulhatnak a követőim. A követőim már hallják a szavaimat, és meg kell mutatnom nekik, hogy milyen nagy vezető vagyok. Hát ez nagyon jónak hangzik. És akkor ott látom, hogy mennyire hisznek bennem. Divine Inspiration Unlocked. Hát én akkor viszont ezt a sleeping bag-et lehet megvenném. Mert ez jó cuccnak hangzik, hogy tudnak aludni. Buddy Pete, micsoda? Itt majd lesz, aki meghal, meg ilyenek? Az úgy kemény. De nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg így a subgifteket. Most nézem, hogy kik kaptak. Adrika pot, Óhegyi zombotok, illetve Laura pot. Gratula nektek, skacok! Nem, a reggeli kávé az sosem marad el. A reggeli kávé az fix, anélkül be se indul a nap. Jó, akkor ezzel megvagyunk, és akkor tudok nekik elmetek készíteni most már ágyakat. Aztán ugye megnézem a következő feladatomat is, ehhez viszont fát kell még vágnom. Köszönöm Szebi neked is, illetve Aksnak is nagyon szépen köszönöm. Ez hogy működik? Hisznek a bari istenbe, vagy hogy? Hát valahogy úgy, igen. Hisznek bennem. Én vagyok az élő megtestesítője az istenüknek. És akkor tudok készíteni ide ágyikókat. És az ágyikókat valahogy ide a templom közelébe raknám le. Nem tudom, mennyire jó ötlet, de csinálunk nekik oda egyet. Tudok többet is? Lehet, hogy mind a háromnak érdemes lenne, hogy tudjanak aludni, és akkor tuti boldogok lesznek. Ha van kaja, meg van hol aludniuk, akkor szerintem boldogok lesznek. Bár mondjuk amelyik a fát vágja, nagyon rosszul csinálja, mert folyamatosan fát kell vágnom.
nyugis stream, én nem is akartam most olyan izét. Maga a játék is szerintem elég nyugis, de tök jó pofa. Tudok vele interaktolni? Dolgozzon. Worship. Collect. De egyébként ő is worshipelhetne. Menjen ő is. Imádkozz értem, jó? Köszi. Annyira nem nagyon szeritek itt az alapanyagokat, gyorsabb, ha én magam csinálom. Kezdem azt érezni. Hogy amit ő kivág, az hova lesz? Most megfigyelem. Nekem kell felszedni, mert az úgy annyira nem mókás. Az mi? Egy tengeri malac. Köszönöm szépen a tengeri malacot. Na, az a tengeri Andi az nem tetszik. A gif még aranyos, de a tengeri Andi az... Á, ott van, oda gyűjti. Ú, te, és én meg itt vágom a fát. Köszönöm, annyira nem volt haszontalan. Te vagy már amúgy is a tengeri. Oda egy sleeping baget, meg akkor így ide felülre egy sleeping baget. Na majd a pénzt is kell szereznünk, úgyhogy majd el kell mennem coinért is. Akkor mindjárt megnézzük, hogy itt mi van. Nekem is áldoznom kell. Perform a sermon, drawing energy from your followers can bolster the power of the red crown. Jó! Gyertek ide! Mit gyűjtök be belőlük? A nyáj ereje. Igen, a hitükből tudok magamnak erőt meríteni. Új képességeket, fegyvereket és átkokat tudok feloldani velük. És azok a követők, akiknek magas a hűség szintje, több devotiont fognak nekünk generálni. Tehát akkor érdemes megnézni, hogy milyen tulajdonsággal rendelkezik. Hearts of the Faithful. Ó, és ezzel több életem lesz. Oké. Az úgy kemény. Köszönöm, Nyomi Gamer, neked is. Jó, hát kb. Az erejüket szívom ki, az energiájukat. És egy nap csak egyet lehet akkor csinálni, úgy látszik. Fantasztikus voltál, egy igazi vezető vagy. Most már értem, miért téged választottak ki. Ja, hogyha vezeted a szektákat, akkor doktorint... kell egy doktorin nekünk. Mert hogy ők is akkor engedelmeskedni fognak nekünk. Menj vissza az Old Fate-nek a földjeire, és keressek stone fragmenteket. Mert hogy akkor lehet úgy doktorinom. Jó. Megnézzük. Segítek neked ezeket az ágyakat megépíteni, csak hogy ne legyetek bajba. Ja, és ki tudom azt, hogy ki hol alszik. Aludjon itt Gömbi. Aludjon itt Zuzu, és akkor még ezt gyorsan befejezzük. Milyen boldogok, hogy van ágyuk. És akkor gondolom így meg tök boldogok, hogy van hol aludniuk. Koko ott él, mindegyiknek van akkor most már ágya. Reméljük most már mindegyiknek lesz ágya. Jó, szerintem most már mindenki tudja, hogy hol a helye. Ah, hát ezeket a kajákat viszont nem tudom, hogy tudok-e velük valamit kezdeni. Érdekes egyébként, szerintem majd itt is lesznek receptek, amiket majd valamivel fel tudok oldani. De akkor menjünk innen erről a területről, és akkor farmoljunk tovább. Hány éve videózok? Lassan 10. Köszönöm szépen, Nyomi, elmedbe megköszöntöm neked már az elixíreket, nagyon szépen köszönöm, bocsánat, hogy belemerültem nagyon a játékba. De igyekszem, igyekszem. Azt a Cast a Spell-nél látod, Liara, hogy mennyi manád van, illetve ott is tudod elküldeni őket. És nagyon szépen köszönöm. Itt isteni vért öntöttek ki. Isteni vér folydogál. A halál nem várhat, nem szeretne várni. Hát gondolom ide tudok visszajönni a Darkwoodba. Mindjárt meglátjuk, hogy erre akkor mi lesz.
Ó, Cleaver. Ez egy lassabb fegyvernek tűnik. De gondolom sokkal nagyobb lesz így a sebzése. Na menjünk akkor beljebb, aztán meglátjuk. Örülök, hogy megtaláltalak. Jó híreket hoztam neked. Nagyon-nagyon tetszik annak, aki vár téged. Az, ahogy haladsz előre, és szeretne a koronádnak adni egy tulajdonságot. Még több erőt, mindenhonnan csak erőt kapok. Wow! Fejlődött a cuccom. És le kell lőnöm. Ez is shoot. Ó, lol! Az úgy kemény. Az úgy kemény! Igen, azok az ellenfelek, amiket lemészárolok, ilyen fervort adnak, és ezeket átokká tudom alakítani. A fervor egy olyan mérgesség, méreg, amit akkor kapok, hogyha nem hívők, nem hívőket ölök meg. Jó, elmentek, az átkaimat fogja erősíteni. Ez a cumó, amit begyűjtöttem. Jaj, ezeket viszont akkor össze kell szednem, nem? Vagy nem kell összeszednem? De mi ezek? Ezek élő lények. Nekem ezek síroknak tűnnek. Hát jó, érdekes. Itt van egy ilyen hatalmas nagy kukac megint. Ó, hát ez ilyen izé, ilyen nagyot sebez. Kár volt akkor azokra a cuccokra így elpazarolnom az erőmet. Hát ha ezt hamarabb tudom. És ez magától fel fog töltődni? Ja, mondjuk egy izétől, egy ütéstől is már rosszul lett. Igazából annyira talán akkor mégsem OP, de azért jó, hogy tudok távolról is támadni. Van egy úgymond lőfegyverem. Hát nem olcsó sajnos manapság semmelyik játék se, főleg, hogy ennyire fölment az euró. Csontokat ne hagyjam ott, de nem nagyon tudom ezeket én begyűjteni. Tehát ha szétütöm, nem kapok belőle semmit. Vagy hogy tudnám külön felvenni? Az is jó pofa. Én is eddig úgy voltam, hogy ti nevezzétek el a karaktereket. Nem tudom, ki mennyire szeretne egyébként olyan lenni, aki itt szolgaként dolgozhat. De vicces az is, hogyha az ember a követőiről nevezi el őket ténylegesen, vagy a nézőkről. Ó, itt vannak a kártyák. Köszönöm szépen. Na mutasd, mit lehet. Rabbit's Food. Jobb ládalút, tehát hogy sokkal értékesebb dolgokat tudunk begyűjteni a ládákból, vagy egy extra szívet kapunk. Szerintetek melyik lenne a jobb? Ti melyiket választanátok? Szóval ezt euróban kell megvenni. Steamen mindent euróba tudsz sajnos megvásárolni, úgyhogy igen, most mindennek az ára nagyon durván megemelkedett emiatt. Tehát amíg mondjuk 300 forint volt az euró, most már ugye 400 és így. Nyilván így a játékok is drágábbak. Láda, láda, extra szív. Jobb oldali nulláb. Láda. Nem tudom, melyik elérek többet. Rabbit's Food egy kicsit másra hasonlít. Ez nekem nyullábra hasonlít, mert mi van? Kisrigó. Láb, 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 láb. Akkor a lábat válasszuk. Egy büdös nyullábat szeretnék, köszönöm. Remélem tényleg király dolgok lesznek benne. Ó, és itt vannak a kártyák, amiket feloldottam. 36 van. Lesz itt egy csomó, hogyha jól látom. Úgyhogy majd megnézzük, mik vannak még.
Szerintem életet többször is fel fog dobni. Na nézzük, mit kaptam. Gold flooring. Oké. Ó, vannak dekorációk is. Mondjuk ez a része meg kicsit ilyen V-risingos, ahogy itt megjelennek a dolgok. Egy új épületet oldottam fel. Most ennyi fele lehet menni? Hát menjünk itt az emberke felé, gondolom azzal föl tudok oldani. Ezt ki tudom szabadítani, szegény Nyuszi? A kukac éhes, és meg kell etetni. A húsunkat akarja lemarni, megrágni. De ez a ára a biztonságnak. Úgyhogy megadjuk neki azt, amire szüksége van. Csak a testemen keresztül! Abban nekem is lesz ám beleszólásom. Kell nekem még követő, úgyhogy... Nem úgy megy az. Ha jól látom, ez lesz az utolsó wave. Vagy itt wave-ekre van osztva, ott látjátok ezt a három kis piros pöttyöt. Na gyere velem! Majd te is imádkozhatsz értem egy kicsit. Jó, és akkor majd ott vár ránk. A földünkön. Futi tovább, és akkor itt is tudok választani. Hát itt is kártyákat látok. Nem, melyik a jobb? Menjünk most erre. Valószínűleg egyébként tök mindegy. Köszönöm szépen, Zalán! Van zöld háttér. Szokott lenni, igen, a videóknál szoktam használni, de streameknél nem. Mert ahhoz nagyon meg kellene magamat világítani, hogy szépen kiszűrje, és... És most nem akarom a 30 fokban még lámpákkal melegíteni pluszba magamat. De már évek óta van amúgy zöld hátterem. Csak így nem használom, mert tényleg nem akarom azt, hogy... Még sokkal melegebb legyen. Lose red heart to gain tarot cards. Ó, te, hogy itt a... Hát ez nekem nem érte meg. Konkrétan az életemből tudnék tarot kártyákat vásárolni, ez nagyon nem érte meg. Ezt el kellett volna olvasnom, hogy mit csinál. Na mindegy, remélem jó tarot kártyát kapok. Bízom benne, hogy jó tarot kártyát kapok. Kaptam egy kis életet. Ah, és itt is van egy kártya. Fortune's Blessing. Double Heart when Healing. Double the Health. Ezt már egyszer kiválasztottuk. És szerintem akkor a másikat kellene most. Ez jó, hogyha felén van az életem, akkor többet sebződnek a többiek. Ezekkel a pontokkal lehet-e shopban vásárolni? Persze! Saci, a teknős mester szolgát adnál? Na jól van, Saci, meglátjuk. A kis emojikat küldesz, az almanát küldesz nekem? Az emojik... Nem tudom, mire gondolsz az emojikat, az a baj. Mert tudsz küldeni csak úgyis emojit. De van például az a kis maszatus, ami manába kerül, az például olyan, igen. Köszönöm a pukit! Igen? Mayhap alszik. Felzabált mindent, magába kebelezett. És mindenki itt van. Micsoda, ez valami pók lesz? Rengeteg isten élt itt egyszerre. Most kell itt valamit válaszom. Commander Stone Fragment. Commandment Stone Fragment. De most itt külön kell egyet választanom? Melyik jó nekem? Vagy ja, mindegyiket be tudom gyűjteni. Jó, akkor nem gáz. Azt hittem, csak egyet kell választanom. Igen, kaptam egy Commandment Stone-t, mert meg vannak hozzá a fragmentek, és ezekkel tudok új doktorint szerezni. Jó.
Hát majd ezt meglátjuk, elmeteg ez, ugye majd ott a templomban kell ilyen rituálét csinálnunk. Ezzel pontosan mit lehet kezdeni. Ennyire lefolyott az élet? Jaj, nem, a kicsit van a gonosz, aztán mennyire lement az életem. Te kis bolond kicsi bárány. Hallom a hazugságaidat és érzem azt, hogy mennyire félsz. A vörös korona újból ragyog. De mennyire nem érdemli meg az, aki hordja. Neki nagyon-nagyon nem tetszem, úgy érzem. Úristen, mi van itt? Alig van életem. Alig van életem. És még jönnek? Az úgy baj. Az úgy baj. Hú, oké. Megvagyok, ha minden igaz. De ebből a csontokból hiába ütöm szét, én még nem nagyon láttam, hogy kaptam volna bármit is, de majd biztos... biztos jó lesz. Ó, ez egy új kart, Crusaders Blade 2. És mindig csak egyféle kard lehet nálam, hogyha jól látom, de ez tudom recycle... Ah, és ebből visszakapom a pénzt. Oké. Ez eddig is volt, csak én nem vett... És most jön a boss? Ennyi élettel? Egy szívem van! Ne tudom, hogy ellopom a devotion-t. Oké. Remélem valahol találok majd még healt, mert ez így nagyon nem szerencsés. Fél életem van. Életet? Nem kaptam életet most se. Ott volt egy fél szívecske. Vagy lehet, hogy csak a tarot kártya arra az egy pálya részre érvényes? Az amúgy simán lehet. Ó, közben nyertünk. Nagyon szépen köszönöm, skacok, hogy megnyertük az arénát. Na, merre menjünk erre? Balra? Ó, itt a kártya. This is hard. Mindent sebez, ami ott van a képernyőn. Ez pedig poison damage-ot ad. Ez tetszik. Ez tetszik, megmérgezi elméletem, nem tudom, hogy mérgezett karddal állnék neki a harcnak. Ó, te mi van itt? Mind meg is haltak? Az úgy kemény. Ez így elég jó pé, ez a mérgezős kard. Kaptam már egyébként ezekből a csontokból bármit? Szerintem még mindig nem. Itt vannak a tarot kártyáim. Úgy néz ki, hogy igen, azokat kapom csak meg, amiket most szereztem. Tehát, hogy amiket még az előzőnél kaptam, azok nincsenek itt. Viszont a hitük kezd csökkenni a követőimnek, úgyhogy vissza kell, hogy menjek majd most már ezután. Mindenféleképpen. És elmeteg, ez is egy jobb fegyver, mint ami volt nekem. De akkor ezt visszaalakítjuk érmévé. És akkor eljövünk itt még erre. Szerintem hamarosan jön a boss. Ah, ez az lesz. Ah! Meg kell nézni, hogy hogyan támad. Ó, jaj, 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 jaj. Hát nem sok életem van. Ez nem túl jó szituáció. Ne! Fél életem van! Ne! Az a fél élet az kb. Semmire nem elég. Ilyet kilőni már nem tudok. Még neki sincsen sok, de... nekem határozottan kev... Ah. Mártír lettem.
Van büntetés? Elveszítem a pénzemet, meg a cuccokat. Ha? Szóval akkor van büntetés, hogyha csak úgy meghalok. Nem szabad csak úgy meghalni. Igen, nem hagyhatom, hogy meghalljál. Nem engedhetném meg, de még mindig szükségem van rád. Vidd magaddal, amit összegyűjtöttél, és erősíts tovább a szektádat. Így lehet erőt szerezni. Minden egyes alkalom, amikor eltipornak, akkor erősebb leszel. Akkor megéri meghalni. Ezt tanultam eddig. És egészen idáig visszadobott. Várjál, ez az én izém. Mi folyik itt? Ja, csak este volt, azért volt ez ennyire para. De van egyébként közben egy új emberkénk. Ő is követni fog minket. Szkeptikus. Hát akkor nem szabad beállítani. Micsoda? Több hit van benne, hogyha beteg? Oké. Na, ő milyen állatka legyen? Meghagyjuk neki ezt a nyuszit? A nyuszig még nincsen, lehet, hogy akkor meghagyom neki a nyuszit. Lehetne egy ilyen kis cuki rózsaszín nyuszika. Na, de mi legyen a neve? Az itt a kérdés. Ami nem öl meg, az megerősít. Hát itt, ami megöl, az erősít. Mi legyen a neve? Pimpi? Saci a teknősmester. De annak, ami teknős kéne, nem Saci? Pamacs. A pamacs aranyos. Pamacs. Bár szerintem bele lesz a legtöbb problémám, hogyha szkeptikus. Nem fog bennem annyit hinni. A pamacs, szerintem te menjél és szedjél követ. Azt hiszem a köves emberkénk az, aki nem annyira jó, ti pedig imádkozzatok. Serényen! Mit akarsz, Gömbi? Igen, most már egyre nagyobb a szektánk. Itt az idő, hogy adjunk neki egy nevet. Mi a neve? Hát akkor ezek andisták lesznek, ez egyértelmű. Nagyon-nagyon szép a csengése, köszönöm szépen. Örülök, hogyha tetszik. Imádkozzatok aztán rendesen, mert itt nagyon izé lement a hitünk, meg minden. Mivel tudnék nektek segíteni, hogy jobban higgyetek bennem? Mondjuk a farmot feloldhatnám, és akkor lenne kajánk. Most eléggé lent van a hit. Eléggé lent van a hitük, és ezzel így... Így nem jó. Ez így nem tetszik. Tudok nekik csinálni ilyen kaját. Ezt is akkor gyorsan megfőzzük nekik. Na, egyetek! Kész a vájúhoz mindenki, egyetek! Finom lesz, és akkor kell ide építeni egy olyat, hogy... Van ez a farm plot. Szerintem nem ez Fate. Temple Shrine. Dekorációk, és itt volt feloldva, ugye igen, az arany. Aranycuc. Amikor ilyen bokrot ültethetnénk, mert egyébként ez tök jó cuccnak hangzik. Egyből akkor így ide, és akkor majd gondolom ezeket szépen így le is lehet szedegetni. Nem tudom ezt a középre rakni. Na mindegy, ennyi elég is, mert azért nem akarom az összes gememet erre, vagy koinomat erre elpazarolni. Most már azért higgyetek bennem, jó? Most kaptatok kaját, van hol aludnotok. Minél jobb dolgotok van, annál kevésbé. Fúj, ott egy kaka. És tényleg nekem kell takarítani. Betegségek. Betegek lesznek, hogyha oda kakálnak mindenhova. Hogyha egy követőm beteg lesz, akkor el kell őt küldeni, hogy pihenjen, mert meghalhat. Gyorsan fognak feltámadni. A kaki, a hányás, illetve a halott testek betegséget okozhatnak. Jó. Úgyhogy ezeket el kell takarítani, el kell majd ásnunk embereket, meg ilyesmi. Olyan aranyos. Megették a kaját, azt egyből betoltak.
ki az, aki izé imádkozik, értem? Már nem bántásból, de ez így eléggé gyenge. Tessék dolgozni. Megzavartam Kokót is, ezért most mérges rám. Az úgy nem semmi. Jó, hát elméletleg ide kéne jönnöm, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt minden hitüket elvesztik. Úgyhogy lehet, hogy valami nagyon rossz dolog fog itt történni. És akkor itt tudok még több erőt adni magamnak? Declare new doctorin. Legyen. Elmetek, most ez a következő küldetésem. Kell még egy ágy? Úgy tényleg van egy ujjandista. Áldjuk meg őket? Jó, megáldjuk őket. Bonfire rituál. Tudnak táncolni a tűz körül, és ezzel jobban fognak hinni. Legyen! Táncoljunk a tűz körül. Gyorsan meg is építem, hát a több hitük lesz. Mi kell ehhez? Ez kell a csont? Ó, tényleg ehhez kell a csont, amit mondtatok. Na remélem most már mindenki boldog. És rituálit tudok csinálni? Bonfire rituál. De nem, nincsen csontom. Oké, akkor azt majd úgy tudnék. De elmetek, ezt még meg tudnám csinálni. Bane weapon, Hearts of the Faithful, Curse of the Horde. De ezeket még nem tudom, szerintem. Vagy de fel tudom? Fel tudom oldani. Legyen akkor egy jó átok. Milyen boldog mindenki. Köszönöm szépen Sebi a hype-ot, illetve Boginak a szívecskéket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, illetve a Sebinek köszönöm még a szívecskét is. Jó, hát csontjaim nincsenek, úgyhogy a harmadikat nem tudom most elvégezni. Igen, a lényeg, hogy minden meglegyen a követőimnek ahhoz, hogy meglegyen a hitük. És a ellenségeim csontjára lesz szükségem ahhoz, hogy különböző rituálikat végre tudjak hajtani. Szia zombotok, üdvözöllek! És most írta, igen, hogy a csontvázakat pusztítsam el, hogy meglegyenek a csontok. Most pedig vissza kell mennem, hogy még több követőm legyen. Jó. Mindenféleképpen kellenek akkor ezek a rituálék. És ahhoz kellnek a csontok. Rendben. Hát ez jó lett volna egyébként, ha már hamarabb el tudom kezdeni gyűjtögetni, valóban. Ezeket is azért szépen begyűjtögetjük. Igazából nem kellene sok, hogy valami újat meg tudjak ebből tanulni, de aztán lehet, hogy majd még máskor meg jól fog jönni. Áj, bajban vagyok, hogy majd mit fejleszünk legközelebb. Úgyhogy lehet, hogy hagyom őket még itt imádkozni egy kicsit. Van valahol kaka, hogy egyébként ott az egészség az lement? Vagy nem? Nem tűnik olyan maxosnak. Ott a kaka! Ott van! Hát ide kakált mindenki! Jó, hogy észrevettem. Úgyis ezt majd tudom használni fertilizernek, király. Körbe rohanunk. Egyébként még most se teljesen fullos, én úgy látom. És akkor ide tudok ültetni. Meg kell szépen locsolgatni, és adunk neki ízét is. Trágyázzuk a földeket, érted? Ettől lesz itt minden, király. Na jó, ezeket még tudom trágyázni, mert egyébként szerintem szedtünk össze annyit, hogy nem, nincs több kaka. Valaki még nem akar enni. Valahol szerintem egyébként még kell, hogy legyen egy... Egy sunyi! Sunyi kakácska, ott is van, mondtam, én láttam, hogy nem volt ez teljesen maxom. Na, akkor még ide dobunk. Úgy, né? És akkor mehetünk vissza, de még azért ezt a kis izét begyűjtjük. Köszönöm szépen.
Ja, megnézem azért, mit tudnánk feloldani. Tudom, hogy most mennem kellene, de na, értitek? Hol volt ez a Divine Inspiration? Várjál csak. Itt, oké. Farming Bundle. Body Pit. Hát ez amúgy majd lehet hasznos lesz. Mert enélkül, ha valaki meghal, nem fog tudni eltemetni. Eléggé... gáz, én értem, meg senki sem szeretne ezzel foglalkozni, de na. Dekorációk. Áldozati oltárok. Prison. Ez itt a beteg része, az a baloldalos, az ott a beteg része. Ez nem lehet, hogy kapásból a növényre kakáljanak? Az jó lenne egyébként, igen. Meg lehetne őket erre tanítani. Holly Cartman, szia! Ő valamit szeretne. Nagyon ki van! Azt mondja, hogy... átlát a hazugságaimon. És hogy én egy... egy csaló vagyok, és ezt el kell mondani a másoknak. Az úgy nem jó. Mert most én mit tudok csinálni? Várjál. Igen, hogyha van köztünk egy áruló, akkor ő mindenféle hazugságot fog rólunk terjeszteni. Ez maga a TikTok! Ez maga a TikTok! Úgy kellett a... ó, hát erre kell a börtön, menj már! Kalodába zárják, hogy... betörjük őket! Figyelj már, hogy tudlak én téged megverni? Meg kell őt nevelnem. Na most már hiszel bennem? De még mindig izé ott mérgelődik. Find a meal and eat. Nincs semmit ennie. Oké, készítünk neked, ezen nem újjon. Az kemény. Megy a böribe. Aki így viselkedik. Erre jó a börtön. Hát most már így értem, igen. Nem gondoltam volna, hogy ilyen drasztikus módszerekhez kell majd folyamodnunk. De aki nem hisz, ne... nézd meg megint ide kakált mindenki. Bezzeg, én takarítom utánatok a izét, kulát, azt... azt még én vagyok az áruló, mi? Én vagyok az áruló, mikor felszedem a saját izéteket. Mindjárt készítek neked enni, csak nyugodjál meg. Csihadjál le! Gömbi! Gömbi itt az izé. A valódi gonosz. Olyan jót készítek neki, hogy mind a... nem tudom hány ujját megnyalja. Nincs egy ujja se, de akkor is. Lehet, hogy csak izé hungry, nem? Hangry. Nem eszel? Gömbikém, egyél? Nem, megették a többiek. Nem leszünk így jóba. Gömbinek itt készítem a kaját, hogy ne hőbörögjön, aztán megeszik a többiek. Gyűjtünk akkor még bagyót. Hű, te mennyi gond van ezekkel. Szektának nem tudom elvinni, csatázni. Nem ők itt gyűjtögetnek nekem, meg ilyesmi, amíg nem vagyok itthon. Gömbinek amúgy mi a baj, lehet be kéne állítani, imádkozni, azt annyi lenne. Hát készítek még egyet, de remélem nem más fogja fölzabálni. Nem tudom neki ezt direktbe oda vinni. Most remélem te mész oda. De nem értem, find a meal and eat. Most ezt így kiadom neki és... nincs elég ágy a követőimnek és ez a bajuk. Lehet, hogy amúgy ez a bajuk tényleg. Jó, akkor készítek nekik még egy ágyat. Meg most már megásom a sírodat is lassan, Gömbi, mert most már kezdesz egy kicsit kiborítani, hogy az őszintét megmondjam. Lehet, befoglalták az ágyát, azt azért van, kérem. Aludjál itt akkor, ez egy újonnan megvetett ágy. Pamacs is kap aludni helyet. De majd őt újra kell izé, kódolnom. Mert nagyon hülye szegény.
Nem hiszel Andi a börtönbe? Dutyiba az űrgével, azaz. Kapni fogja. Beteg ez a játék. Na most nem akarom fölkelteni, de félek, hogy itt mire visszatérek, érted? Mindenkit ellenem fordít. Pedig el kellene mennem közben most. Mert csontokat kellene gyűjtenem, hogy jobban higgyenek bennem. De ez a body pit, ez nagyon, nagyon cuki. Konkrétan tényleg ez is sírtáshatok nekik. Na jó, lehet, hogy elmegyek, csak nem fognak itt fellázadni ellenem, bízok benne. Csak szólna a játék, hogy ha-hó, most ne menj el, mert baj lesz. Igen, ez a... Jó. Köszönöm, ezt már olvastuk. Kellenek a követők. Mindenki értem kell, hogy imádkozzon. Most választhatok izét? Point of Corruption. Traitor's Laser. Ezt is megkapom? Ó, azt a koronám kapja, jó! És akkor most már egy csontokat kellene gyűjtögetnem. Wow! Oké, és most már kapok csontokat. Igen, akkor úgy látszik, addig, ameddig ezt nem írta ki külön a játék, addig sajnos ezt nem kaptam meg. Viszont a boss miatt nagyon-nagyon vigyáznom kellene. Ez jó egyébként, mert bele tudom őket vezetni tényleg a méregbe tulajdonképpen. Ez mi ez a szív? Kaptam egy plusz szívet? Kicsit egyébként olyan a Foragerre is hasonlít ez a játék. Olyan mindenből egy pici, de amúgy tök király. Igen, a korona maga a fegyver, azt láttam. Csak hogy van ugye egy kézi fegyver is. Azt már az előző ilyen kaland során felfedeztük. Legyen inkább ez, hogy kevesebbet kell költenem úgymond ezekre az izékre, a vedékekre. Oké, 25 darab csontot kellene most összeszedni. Azt nem tudom, hogy mi lett azzal, akit ott nem tudtunk kiszabadítani. Végül is valakit kiszabadítottunk, csak a boss nem győztük le. Na most ezzel vajon mit buktunk? Várjál csak, ezeket először begyűjteném, aztán meghallgatom, mit mondasz, köszi. Csak itt nézz, én mindent szétverek. Szóval ez hülye. Leszi a legfiatalabb az öt közül. Elveszítette a látását, a szemét. Hackett, akinek majdnem elvágták a torkát. Kalamárnak a... A gyáva kalamárnak a füleit tépték le a fejéről. És Samura a leg... okosabb, akinek a koponyáját törték össze. Ne is gondolkozz! Aki vár rád, neki sikerült. Jó! Aranyos! Skull necklace! Jó, ez egy nyaklánc. És ezt fel is tudom pattintani magamra ezt a nyakláncot? Ez most rajtam van. Valahova vagy, nem? Crown ability. Ah, hogy itt látom ezeket a dolgokat. És itt vannak a tarot kártyáim. Igen, akkor mindig csak azok a tarot kártyák vannak, amiket kiválasztottam. Meg vagyok, köszönöm a kérdés, Dominik, minden szuper. Kedves kis játék, igen. Ó, ott arra lesz egy ember, úgyhogy megyünk arra. Bár nem tudom, miért akarnék bárkit is kiszabadítani azok után, hogy viselkednek velem, de hát... Mindegy. Majd megy a böribe a egyik, aztán megtanulják. Ez szerintem engem is sebez. Megint alig marad életem. Ja, egy szívem maradt. Oké, az meghalt.
Szegény kis szarvas. És akkor most jön az utolsó vív, ha minden igaz. Fél szívem van! Ú, te is, ezek még egy csomó életük. És nem tudok többet kilőni ilyen szurkot, vagy ne! Öt százalékát elveszítettem mindennek. És gondolom most megint oda fogok visszajutni a táborba. Igen, tök mindegy hányszor halott meg, a szektárnak nőnie kell. Hát az gond, hogy most jelzett, hogy streamelek, mert már egy másfél órája élőbe vagyok. Az sose jó. A halálom miatt azt gondolják a követőim, hogy gyenge vagyok. Na jó, 10 év újra kell tanítanunk. Most már hiszel bennem? Már hallottam eleget a hazugságaidból a mai nap. Majd holnap folytatjuk ezt a vitát. Milyen jó fej! De elmetek, van elég csontom meg minden a rituáléhoz, úgyhogy lehet, hogy az gyorsan meg kellene próbálni, mert ez így nagyon nem jó. Nézzük csak ezt a rituálét. Legyen ez. És akkor itt most táncikálni fognak a tűz körül. És remélhetőleg ez majd itt tetszik nekik. Szia Barney, köszönöm szépen, hogy így gondolod, aranyos vagy. Hát nem a legjobb a szituáció, bár ők most boldogok, ha minden igaz. Ezzel tudok, ja nem jelz, milyen köveket kell gyűjtenem. Hogy magamat erősítsem, jó? Hát akkor majd remélem találunk még ilyeneket. Igen, sokkal többet tudok belőlük begyűjteni. Adjak nekik ajándékokat, teljesítsek küldetéseket. Illetve áldásokat adjak nekik, és akkor sokkal hűségesebbek lesznek hozzám. Amikor már teljesen lojálisak, akkor mindent oda fognak adni maguktól. Igen. Nézd csak meg, visszajött egy követőd. És... Ó, Commandment Stone fragmentet is kaphatok tőlük. Az mondjuk jónak hangzik. Amikor egy követőm szintet lép, akkor kapok pluszba devotiont. És igen, tudom fejleszteni a hűségüket. Ahhoz pedig, hogy fejlesztem a hűségüket, akkor áldást kell nekik adni mindig, amikor találkozom velük. Illetve tudok nekik adni ajándékokat, tudok befejezni küldetéseket, meg szermonokat. Jó. Minél lojálisabbak a követőim, annál erősebb leszek. Sokat kell még neked tanítani, de most már kezdek öreg lenni. Látogass meg az otthonomban, és megmutatom neked az igazi erőt. Az igazi erejét a vörös koronának, és akkor ő ott lakik, Lonely Shack. Hű, hát jó sok mindent kell itt majd csinálnunk, ahogy látom. De most már újból hisznek bennem. És akkor most tudok nekik például ajándékot adni Pamocsnak? Work vagy Interact? Ah, give blessing, adok neki áldás. Most nagyon-nagyon boldog lett, és tudok neki ajándékot is adni? Odaadom neki ezt a nyakláncot. Ez nagyon megtetszett neki. Ők lehet pont annak Gömbinek kellett volna adnom, aki teljesen ki volt. Hogy vele addig se tudok beszélgetni, ameddig... Á, vele nem tudok úgy beszélgetni. Oké, szóval akkor akik még hisznek bennem, azoknak tudok bármilyen parancsot, vagy ilyesmit kiadni. Ezt mondjuk, ha hamarabb tudom. El is tudom őket küldeni aludni. Jó, hát szerintem egyébként most Gömbin kívül mindenki tök jó fej. Gömbi az egyetlen,
Ő az a kerék a bevásárlókocsin, ami megakad. Úgyhogy vagy ki kell tisztítanunk az elméjét, vagy ki kell cserélnünk valaki másra. Ez a tippem van rá. Köszönöm, Hani, aranyos vagy te is. Gömbivel beszélek, de egy nap csak egyszer lehet vele beszélni. Jaj, tette! Kapni fogsz ezért még, gömbikém. A madár kizabálta, mondom ezt tiszta Don't Starve. Madár kizabálta a magot. Na, hogy valahol van egy kis kaka is, ha jól látom. Mert ott az egészség az megint megy lejjebb, ott a Covid jelzés megy följebb. A vírus terjed. Az az átkozott vírus. De máshol most pedig nem látok kaká. Ah, ott van fönt. Kaptak ma már vajon enni? Meg kéne őket etetni, és hát akkor lenyugszanak. Tök jó dolguk van, érted? Megmentettem mindegyiket valamiből. Azt most itt lázadnak. Hát Gömbit vagy feláldozzuk, vagy nem tudom, mi lesz vele. Megpróbálom először kitisztítani az elméjét, hogy újból higgyen bennem, de ha nem, akkor föl kell őt áldozni, azt annyi. Gonosz dolog, de hát ez van. Ó, tudok már ilyet is csinálni. Viszont ez csak két kaja, ez nem túl sok. Több ilyen farmlandet kellene ültetnem, mert nagyon kevés itt a bogyó a területünkön. Szóval olyat is kell majd választanom ott az utazás során, amikor a kajával foglalkozunk. Most már boldog vagy? Na, neki már nem tudok izét adni. Több áldást, úgyhogy hagyjam. Hagyjuk őt dolgozni, én azt mondom. Ezt még begyűjtöm, és akkor most nagyon vigyázok az életemre is. Bízok benne, hogy nem fogok meghalni. Á, és tudok oda is menni. Most oda tudok csak menni? Nem tudom, mennyire jó, hogyha én most egyből oda megyek. Increase Fire Loyalty and Level Up Collect Reward. Én most megyek szerintem ide-vissza. Mert nem akarom feladni. Megérdemli a kis bánat. Javítóintézetbe kell küldeni. Hát ha fagy a stream, akkor próbáld meg lejjebb venni a minőséget. Nem szabadna egyébként neki lefagynia. Tehát, hogy nulla darab eldobott képkockám van. Az azt jelenti, hogy nálam teljesen tökéletesen megy ki a streamből minden. Valószínűleg nem bírja az interneted. De. Már egyből itt van mindenki. Bánatos. Hú, azért az úgy kemény. Büntet a játék. Büntet. De az életre kell mennem mindenféleképpen. Ott még visszamegyek, hát ott volt a kártyás csávó. Nem. Mi van itt? Azt a mindenit! Jó, megvernek! De ez amúgy tényleg, hogy még meghalni se halhatok, mert akkor nem csak az, hogy elvesztem a cuccaim egy részét, hanem a követőim gyengének fognak tartani. Ez milyen kedves már. Ezekből viszont nem kapok csontot, csak azokból, akiket én ölök meg. Hogy lehet modinak lenni? Mi szoktuk általában felkérni azokat az embereket, akik sokat itt vannak, éretten viselkednek, segítőkészek, ilyesmi, de nincs ilyen moderátor felvétel, meg ilyesmi nálunk, mert én annak értelmét nem látom, az igazság. Aki megmarad a cseten, így név, meg minden alapján, hogy ő jó moderátor lenne, általában azt megkérdezzük. Mert moderátorra szerintem minden streamer úgy van vele, hogy úgy van szükség, hogyha az ott is van a streamekem. De ez Dorben. Igen, kettő. Damage, True Sight. Critical Hit.
legyen ez. Kritikát tudunk majd sebezni. Mit jelent nálam az életviselkedés? Hát, életviselkedés. Nem kérdezi meg, mikor lesz. Segítőkész másokkal, nem lekezelő, nem viselkedik gyerekesen. Szerintem ezt annyira nem kell megmagyarázni. Na, kaptam egy gyönyörű szép izét. Koszorút. Kirakhatom karácsonykor az ajtóra. Tehát aki leáll valakivel csak úgy vitatkozni, az nem nagyon lesz moderátor. Itt van egy követő, nekem követők kellene, de úgy lehet a kaja fele kellett volna. Jaj, de cuki! Darkwood követői leégették a városunkat, a falunkat. Kérlek, nincs hova mennem. Ennyi volt? Gyere velem! Ez egy kis boci. Ez nagyon édes. Na ez easy volt, itt most nem kellett megküzdenem azért, hogy legyen majd követőm. De szerintem őt nehéz lesz megtartani, mert nem mentettük meg úgymond az életét. Csóró, leégették a városukat. Most mindenfele küzdeni kell. Ide amúgy nem tudok visszamenni? Nem. Csak előre tudok menni. Hát jó, akkor megyünk arra. Mi történik azzal, aki minden szabályt megszeg? Némítva lesz első körbe, figyelmeztetik a moderátorok. És aki továbbra sem tud viselkedni, az több napra lesz némítva. De egyébként nincs olyan szigorú szabályzatunk, csak tényleg értelmesen kell viselkedni. De mindig szólnak, figyelmeztetnek azért, hogy szabályzatot olvassátok el, mert azért van. De esetleg, hogyha a füvet szétszedem. Fű is egyébként hasznos, mert abból lehetett például csinálni az ágyat talán, vagy a farmlandet. Valami ezt tuti kellett. Ó, az micsoda? Ja, megint egy ilyen félszív. Hát az kell is, mert eléggé rottya helyzet eddig szívek terén, főleg, hogyha hamarosan jön a boss. És nem akarom, hogy megint azt gondolják rólam a követőim, hogy gyenge vagyok. Jó, ezt a félszívet már is veszítettem, amit az előbb szereztem. Na most a koronám képességét meg akarom hagyni a bossra. Annak látnám új értelmét. Ajj! Mondd, hogy heal is van benne. Ó! Ebből a virágból is kaptunk. Ez itt mi? Ó, ez mi? Flaming Shot. Vagy Hounds of Fate. Ez tetszik, ez kell nekem. Ezt pedig akkor fel tudom. Szépen. De szerintem az már tovább vezető út lesz. Úgyhogy én itt még erre fölfele elnézek, hogy mi van. Mert itt ezt a kérdőjeles részt nem néztük meg. Ó, oh, kártya, király! Divine Strength. Erősebb leszek. Legyen akkor ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kis Rigó, a kis király kincsét. Nagyon szépen köszönöm. Meddig tart a stream? Nem tudom. Én nem úgy szoktam leülni streamelni, hogy na most akkor 2 órát streamelek, aztán utána nem akarok többet. Mindig ameddig a hangulatom tart. Úgyhogy nem vagyok időhöz kötve, nem óra számra streamelek, annyit játszok mindig, amennyi jól esik. Nem erőszakból ülök le, hogy akkor ma muszáj letolnom 4-5 órát. Nem annyit, amennyi éppen aznap jól esik. Itt van még egy kártya, király.
War Season? Na, de nem is will drop. Ez legyen inkább. De olyat most nem nagyon akart adni, amivel életet kapnék sajnos. Ami eléggé szomorú. És ezek itt jól le fognak engem gyengíteni. És nagyon-nagyon félek attól, hogy nem lesz erőm ahhoz, hogy megküzdjek a bosszal. Mert a korona erejét azt mindenféleképpen szeretném magamnak meghagyni. Semmi nem ad nekem élettöltést. Nem nagyon akar semmi se élettöltést adni. Damage 2,5. Ennek a gyorsága erősebb. Legyen akkor inkább ez. Oké, ez lassabb, de mivel kétféle támadásom van, ezért talán az annyira nem gáz, hogyha lassabb a kézi fegyverem. Viszont így meg van hitesek az ellenfelek. Azért az úgy elég jó pé. Léci élettöltést. És ebbe se volt élettöltés. Egy szívem van, és mindjárt itt a boss. Ez borzasztó, hogy ennyire nehéz életet tölteni. Olyan kártyám most mondom, nem is volt, ami erről szólna. Pedig amúgy jól tudna esni, na. Hát, ha majd most. Amúgy meg a követőim nem is tudják, hogy milyen harcokat kell megvívnom, azt mondják, hogy gyenge vagyok. Ja, szétütöm a füvet hátra, mert szerintem amúgy a múltkor pont a füvből kaptunk életet, de nem vagyok benne biztos. Köszönöm szépen a kombót! Nagyon szépen köszönöm. Tarts ki, igyekszem! Bárki lehet andista, persze! Na, és itt van a boss, igen. Egy szívvel. Kösz. Sőt, egyébként ez ugyanaz, hogyha jól látom, szóval. Persze, egyből rámugrik. Az úgy aranyos. És ebből többet nem tudok ellőni, szóval. Eléggé rottya a szituáció. Még egyszer rám sem. Ott a szívem, ott a szívem, ott a szívem, ott a szívem. Oké. Nem! Jó! Oké. Már a fele élete lement. Oké, ez még lehet, hogy meg lesz, csak nagyon oda kell figyelnem. Vagy! Hú! Na gyere csak velem! Te fogod takarítani a kulát! Már ha tudok ilyet. Berry Bush Seed. Berry Gold Nugget. Az jó nekem? Inkább a kaját választom, mert nem nagyon volt mivel etetni a követőket. Biztos jó a gold is, de egyelőre még nem tudom mire. Ők lehet azt tudnám nekik ajándékozni. GG, ez az! Köszönöm szépen! Megvolt ez is! És akkor elméletileg... Jaj, kaptam azt, aminek még azt mondja, hogy megint köszönöm Norbinak is közben a melodit. Nagyon szépen köszönöm! Illetve nagyon szépen köszönöm az 5 subgiftet. Kapott egyet Ági, Réka, Liara, Humbalumba és Kovi Hancus. GG is, kacok! Hú, ez jó volt, ez jó volt. Igen, úgy látszik, jól választottam, hogy megóvtalak téged a haláltól. Nézem minden egyes mozdulatodat. Úgyhogy ne... ne csalódjak benned.
visszatértünk az antistákhoz. Na te még mindig itt izé? Még mindig nyomod a hülyeségedet? Ő mit szeretne? Olyan az, hogy a kedves vezetőm, hogyha nehéz idők járnak, akkor tudunk készíteni fűből eledelt magunknak. Igaz, a követők nem fogják szeretni, de legalább nem fogunk ilyen halni. Próbáld ki. Hát jó. De ha nem fogják szeretni, akkor az nem biztos, hogy jó nekem. Grassy Cruel, vagy Gruel. Hú, ezzel... Egyet készítek, csak is te fogod megenni. Mert így elvesztik a hitüket, hogyha ilyet kell lenniük. Amit valahol nem is csodálok. Nem, hogy tényleg nagyon rosszul néz ki. Ilyen megeszi és izé, ki lesz? Ham, de aranyos. Neki ízlet, úgy látszik. Majd mindjárt megnézzük, hogy... Ez így mit szól. Csak csinálok rendes kaját is, amit talán jobban fognak kedvelni. Gömbi az ki van egyébként, az olyan szinten utál engem, hogy az hihetetlen. Viszont fel tudunk oldani valami újat is. Lumberyard. Lehet, hogy feloldjuk neki a bőrit. Megy a bőribe? Tier 2 kell. Először ezt kell, kult 2-t kell feloldani. De megkapja a bőriét, ne aggódjatok csak. Olyan bőrit kap, hogy ő... El fog ájulni. És ez is fejlődni fog? Ezt is tovább fejlesztik. Yay! Sikerült fejlesztenünk. Most így jobban hisznek. De ez még mindig ott mérgelődik, hihetetlen. Mondom, majd be kell őt zárni, mert ez nem állapot. És akkor nekik is kell még ugye egy új izé. Na, mi legyen a neve? Könnyűt lesz szintezni, viszont igen. Hogyha van... 10 hitet elveszít. Mi legyen a tehénkének a neve? Segítsetek! Milka. Rozi Folti. Rozi tehén. Nem tudom őket, hogy fiú-e vagy lány, de... Mondjuk a tehén akkor csak lány lehet. Ha bika, akkor fiú. És milyen színű legyen? Mondjuk a fehér... Fehér azt szerintem aranyos. Bár egy barnán is tök cuki, kicsit ilyen zsiráfos. Ő is akkor csatlakozott hozzánk. Szerintem ő is worshipeljen. Akkor kell majd még két ágy. Mert Valafár is jön velünk. Igen, és ő majd megtanít nekünk dolgokat. Na neki mi legyen a neve? A kis gonosz Valafárnak. Ennek a kis izének. Bossnak. Moskámat úgy hívják, hogy Rozi Lol. Piroska. De a színét amúgy meg lehet változtatni, hogyha úgy van. Tehát nem muszáj színnel kapcsolatos humusz. Vöröske. Legyen akkor vöröske. Vöröske. És ő szereti. Ő hinni fog bennünk, hogyha kaka lesz a környezetben. Ő hisz a kakában. Jó, te is imádkozz értem. Köszönöm. Az meg ott továbbra is izé, ki van. Mondom, a bőrire mindjárt összegyűjtöm én a pénzt, aztán megneveljük. Mert ez így nem állapot. De várjál, kell még nekik ilyen előadást tartani itt a templomba. Ó, szétesett valamelyiknek az ágya. Na gyertek! Buli van. Szeretném mindenkitől kiszívni az energiát, köszönöm. Adjátok még, amit csak tudtok. Most már úgy jobban hisznek bennem ilyenkor, amikor izé...
Ó, ez cooldownom van, ez szomorú, ezt nem tudom akkor most sem, és akkor ez se a crown-nal kapcsolatosakat se. Nem, ez meg a izékkel, jó? Akkor viszont majd mindenkivel beszélnem kell. Külön áldást rakni rájuk, meg ilyesmi. Ezt tényleg meg kell javítani. De amúgy tényleg egy csomó mindent megteszek, értük, azt itt kivannak. Tessék áldás! Ó! Oh, most szinteződött? Ah, és kaptam egy követ! Bocsi, hogy megzavarlak, de egy áldást adnék neked. Milyen kis boldog. Rók, akkor ma is kap egyet, kokos. Sikerült? Tényleg egy fantasztikus vezér vagy. Politikusnak kéne lennem, nem szekta vezetőnek. Kapsz áldást is, jó? Csak hogy bolt, neked nem tudok semmit se adni, mi? Nem, már hallottam a hazugságaidat. Na majd te majd mindjárt megtudod, milyen hazugságokat kapsz, hogyha izé. Rá fogsz te jönni, hogyha elkészül az a börtön? Most még jó fej lennék. Sőt, amúgy meg is tudom csinálni azt a börtön. Mindjárt meg is csinálom azt a börtön. Hazugságok, persze! Mindjárt kapod. Ott van, naughty followers. Oda bezárlak, aztán úgyse dolgozol most nekem, mert nem hiszel bennem. Majd most már inni fogsz. Na, jó távol a többiektől, mert lehet, hogy ez meg fogja őket ijeszteni. De ha nem látja senki, akkor nem fáj senkinek. Csak annak, aki benne van. Gyere csak! Hogy tudnak én Böri bezárni téged? Ja, először meg kell építenem. Ó, és még segít nekem a Nyuszi megépíteni a Börit. Nyuszival jóba leszek. Szia, Hani, sok sikert. Megy Gömbi a Böribe. Na. Mehetsz is. Ennyit rólad, Gömbi. Így már ma... Hogy kiröhögtél, nyúl? Ide jött, azt kiröhögte. Ez mennyire jó már. Ő egy hűséges követő, ilyenek kellenek nekem. Csak ilyenek kellenek. Tökéletes. Hát ilyet is ültetettünk, nem tudom egyébként, hogy ez mire lesz jó, de gondolom valamire csak-csak. Mit szeretnél megint, Koko? Micsoda, az a hír járja, hogy Pamacs egy kém, akit egy ellenséges kult küldött, hogy megnézzék a te nagy erődet. Beszélned kellene vele. Jó. Beszéljünk akkor Pamacssal, persze. Nem hiszem, hogy tetszeni fog neki, hogy megvádoljuk. De ő meg a hitét veszti, hogyha nem beszélek vele. Hol van Pamacs? Ő Pamacs, ugye? Azt hiszem ő lett Pamacs, de már nem nagyon emlékszem, hogy most ki kicsoda. Vagy a Nyuszi Pamacs? Pamacs a Nyuszi? Azt mondja, hogy milyen csodálatos napra ébredtünk a paradicsomban. És akkor Kokótól meg összeszedem az izét, ennyi volt, csak beszélnem kellett Pamacssal. Biztos vagyok benne, hogy valamit rejteget. Hinned kell bennem, vezető. Ó, viszont nincsen ágya mindenkinek, várjál, ez baj. Azt még kettőt mindenféleképpen le kell raknunk, bár valaki most be van zárva Böribe, mert hülye volt, úgyhogy neki lehet, hogy nem kell aludnia ma este. Ilyenkor amúgy ki kell őt engednem? Ó, nincsen fám. Nem tudok több ágyat létrehozni. Ez a csóri meg ott fekszik.
homocs egy kém. Csóri, igazából vele küzdöttem egy csomót, de értitek, na. Vöröske, és akkor, hát... mivel Gömbi itt aludna, ezért én azt mondom, hogy akkor most Rozi alszik itt. Vágok még egy kis fát. És ha ezzel meg vagyunk, akkor letok rakni Gömbinek is egy ágyat, bár nem tudom, mennyire szeretnék neki ágyat. Ti most egy ágyba alszatok, vagy... egymásba aludtak. Keményen egymásba aludtak ott. Mi a játék neved? The Cult of the Lamb. Nagyon klassz kis játék egyébként, tényleg tudom ajánlani, hogyha valaki szeretne vele játszani. Engem nagyon-nagyon megvett. Na várj, ebből lesz izé. Ágyikó. Bőven 15 Lambert király. Amúgy ezekben nem nagyon gyűlik ám itt. Followers deposit. Nem nagyon gyűjtögetnek. Hiába van nekik pedig kiadva a munka. Bár lehet minden nap ki kell nekik adni egy munkát. Na most már hiszel bennem? Read mind. El tudom olvasni az elméjét. De amúgy elmeteg ő ügyes kell, hogy legyen, tudsz. Igen, azt mondja, hogy miket gondol rólam. Szerintem ő még maradhat itt. Nem szép dolgokat gondol rólam, úgyhogy maradhat ott nyugodtan. Majd megtanulja, hogy szép dolgokat gondoljon rólam, és akkor... ha nem, akkor viszont megy a levesbe. Na, ugye ezt tényleg így egybe alszanak? Ez zseniális. De elmentem, mindenkinek kiosztom a munkáját, hogy mit dolgozom. Szerintem nem kell minden egyes nap, mert amit kiadtam nekik, azt csinálják úgy maguktól. Egyébként szerintem már most megkapják a mai napi áldást, meg ez mi ez? Jaj, nem akarom bőribe zárni, de lehetne úgy egyből bőribe is zárni. Tessék áldás! Király! Kaptam még egy ilyen követ. Csak mindenki imádkozik. De az meg kell, hogy higgyenek bennem. Szóval igazából nem haszontalan, amit csinálnak, csak na. Igen, ma már megkapta az áldását. Ó, emlékszem rá, persze. Csak beálltál oda. Elmentek, szerintem most ő is szinteződni fog. Beszélünk akkor még vele is, Vöröskével. És ő is szinte... nem, ő még pont nem szinteződik, ő pedig... jó lett volna. Te is kapsz egy jó áldást. Viszont lassan fejlődik, pamacs. Tehát van egy valakink, aki látott folyamatban bányászik, annak viszont nincsen, szerintem egyébként pont Gömbi volt az, aki... aki azzal foglalkozott, hogy fát vágjon nekünk. De még be kell, hogy zárva legyen, mert még továbbra is dinka. Pamos szasz. Hát? Majd meglátjuk, ki lesz itt az igazi áruló. Van-e tényleg áruló, vagy csak egy kicsit túl gondolják itt a helyzetet néhányan. Viszont több ilyet kellene készítenem, mert rendes kajájuk nincsen. És ezt nem akarom, hogy ne legyenek boldogok. Arra oda kellene figyelnünk. Illetve elméletileg most itt kigyűlt nekem a kőre való, úgyhogy a koronát is tudnám erősíteni. Golden Fleece. Nem is dehet increase after each kill, reset double damage. Versus Dana... nincs olyan, ami engem gyógyít. Nincs olyan, ami engem gyógyítana? Négy tarot kárd. Hú, ez nagyon jó. De utána többet nem tudok kiválasztani.
Vagy csak így tudom ezeket szépen így. De nem innen tudok egyet választani. Majd meglátjuk, gondolom akkor mi lesz. Aztán lehet, hogy a róka a kém csak ráfogta másra. Amúgy simán az is lehet. Sose lehet tudni, hogy mi áll le mögött. Olyan erre véletlenül. Murder follower. Nem akarok megölni senkit. Hát jó. Elmetek, ezzel hűségesebbek lesznek. Van egy új follower action-t kaptam. Igen, és ezt most már így látni fogom. Afterlife. Oké, és akkor itt van Law and Order. Ó, hogy ezzel fel tudom őket emelni. És az miért jó, hogyha fölemelem őket a levegőbe? Megmutatom, milyen erős vagyok? Meg ügyes? Bane weapons, vampiric weapons. Hearts of the Faithful. Vannak ám itt igazán érdekesek. De szerintem most ezt kellene feloldalom. Ugye ez a fegyvereket oldja föl, amiket megszerezhetek majd. Hát valaki meg bőribe van zárva, úgyhogy sajnos most nem tud velünk itt lenni. De itt most ezt tudom alkalmazni, amit feloldottam? Ezt. Vagy csak úgy külön föl tudom őket emelgetni, hogyha akarom. Várjál, csak ugye megnézzük. Ki örülne vajon ennek? Azt mondja, kedves vezetőm, Zuzut rajta kaptuk lopáson egy másik tagunktól. Szeretnénk, hogy bebörtönözzék Zuzut. Jó. És tényleg biztos, hogy ő lopott amúgy? Nem tudom, hogy ezt mennyire szabad egyből elhinni. Hogy lopott. Azt a mindent, Kisrigó, köszönöm szépen a 40 darab rózsát. Most látom csak meg az Andilavot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most nézem, te jó ég. Köszönöm szépen, Nóri, hogy itt voltál. Most mit gondol rólam? Megváltozott a véleményed? Kiengedtem, de nem hiszem, hogy sokat változott a véleménye. Azt mondja, nincs semmit ennie. Éhezik. És közben megint a madárot izé. Hát akkor kapsz ilyet, de ennek nem fogtok örülni sajnos. Úgy ez meg ilyen spirit felörös, hogy el kell készíteni ezeket a kajákat. Hát ez nem nagyon nem fog nekik tetszeni, de hát ez van, muszáj valamit. Ez nagyon leviszi. Ez nagyon-nagyon durván leviszi a dolgokat. Viszont kaptam még egy ilyen stone-t, úgyhogy elmetek, ezt majd holnap tudom alkalmazni. Én továbbra is... gömbit viszem a böribe. De úgy lehet kellene még egy börtönt csinálnunk. Mibe került a börtön? Drága volt az nekünk? 25 fa, hát ez drága a börtön. Főleg, hogy senki nem vág nekünk fát. Ó, és tudok megint valami újat feloldani. Mik vannak még? Offering statue. Az mondjuk jó, ott fel tudnak... mondjuk tudnak nekünk ajándékokat adni. Hogyha nagyon hisznek bennünk, akkor a zónak hangzik. Na, úgy egy rendes sátor is majd lehet jót tenne nekik. De egy ilyet csinálhatunk. Hit, és ez is 20 darab fa kell. És mennyi fánk van vajon? 11 darab, az mondjuk nem sok.
de ha maguktól adnának dolgokat, azért az úgy eléggé megkönnyíteni a dolgomat, szerintem. Kicsit egyszerűbb lenne minden. Mondom, ide meg semmit nem raknak be. Mondjuk ez a nyúl, ez már nem tudom mióta ezt az egy követ vágja. Lehet, hogy de meg nincs fa, amit vágjon, úgyhogy az meg fölösleges. Hát az, hogy Zuzut börtönbe küldjem, az meg időre megy, tehát mindenféleképpen be kell őt börtönözni. Az áldást elmetek a mai napra már megkapták. Igen, már megkapták a mai napra az áldást. De fa nélkül meg nem tudok még egy börtönt építeni. Most engedjem ki Gömbit, aki meg aztán meg itt mindenkinek mondani fogja, hogy én mekkora egy csaló vagyok. Nem tudom, hogy ez jó ötlete. De annyi fát meg nem fogok tudni szerintem összeszedni, hogy most még egy börtönt építsek. Csak a baj van ezekkel a követőkkel. Ennyit foglalkozni velük. Megnézem, hogy 25 vagy 15 fa kell, 25 fa kell hozzá. Egyszerűbb őket elásni. Hú, viszont itt most tényleg tudom begyűjteni. Lehet, hogy valaki dolgozhatna is, nem csak imádkozhatna. Stone Mine Lumber Yard. Ó, az viszont kell. Nagy elmeteg így. Külön fát is fognak nekünk szedni. De mondom, ez is jó drága lesz ezt megépíteni. 15 fa. Hát mondjuk az megéri végül is. Pénzben volt ez sok. Hát azok fel Gömbit. Milyen játék? Nemrég jelent meg. Igazából egy ilyen szektát kell vezetni benne. Ilyen kis cuki, kicsit horror. Nekem tetszik. Szerintem tök jó pufa. Hát már akkor max egy ilyen extra rész, de... De vége a játéknak, végigjátszottam a történetét, úgyhogy már tovább nem nagyon tudnám játszani, max azt az egy-két kimaradt dolgot tudnám megcsinálni. Igen, látom, hogy pamacsokar valami, csak én ezt be akartam fejezni. Fúj, borzasztó ez a hely, hogyha nem takarított fel, akkor valaki megbetegszik. Valahol bekakáltak akkor. Elment egy teljes nap! Én meg el akartam menni. El akartam menni még egy körútra mindenféleképpen. Mindenki ide tojt. Az előbb még nem volt itt ennyi kaka. Na, most már hiszel bennem amúgy? Mégse olyan rossz? Ja, meghallgatjuk mi erről a véleménye. Még mindig ki van rá kakadva? Szó, pup, látott egy kis kakát és teljesen ki van. Lehet, ha estére elengedem, akkor megnyugszik, nem? Engedjük el. Hát, ha észhez tér. És akkor pamastól majd be tudom gyűjteni az izét is. Szerintem nem fog örülni annak, hogyha felkeltem. Vagy de örül neki? Tudtam, hogy meg tudod csinálni. Tényleg csodálatos vagy. Jó, így megint nőtt a hitük. Hát Zuzut meg Börivel kéne küldenem. Jó, nem keltem föl, mert aztán csak ki lesz rám akadva. Én viszont szerintem akkor tovább állok, és akkor megnézem, hogy hol lehet még esetleg követőket szerezni. Szia, Saci, köszi, hogy itt voltál. Már nem is ide akartam, hanem itt tovább. Megyünk még vissza oda az erdőbe. Darkwoodba. És akkor megnézzük, milyen cuccokat kapunk.
Divine Blast. Nézzük csak. Mondjuk nem nagyon van más választásom. Koronára. Ennyi volt, ez úgy ott a... helybe ott maradt. Az úgy jó. Aranyos. És tudok menni balra is, meg fölfele is. Menjünk először itt föl. Hú, ez mi ez? Azt a mindenit, jó? Ilyen nagy féreg. Viszont itt vissza, és ott tovább vissza erre. Na, itt vannak a kártyáim, nézzük csak. Diseased Heart, ez jó volt, ez tetszett. Ez a mérgező fegyver. Most már rendesen fallal védik magukat. Tök komoly. Viszont eléggé levették az életemet, aminek nem igazából örülök. De hát, ha majd valahol tudom magamat egy kicsit hílelgetni. Füvet meg majd megeszik azok, akik rosszak. Ezek itt tök nyugodva izé, sütötték a szalonnát. Ide jövök, elrontom a buliukat. Tudom, borzasztó vagyok. Ó, itt van egy fél szívecske. Itt van. Ez a kismókus. A kismókus is meg tudom ölni. Abból kaptam húst. Ó, és abból majd tudok a követőimnek kaját csinálni, király. Egy pluszkártya. Gain an extra heart, király. Kaptam egy plusz szívet. És akkor van egy ilyen, ahol követőt tudnék szerezni? Fát vagy követ? Hát követőt. Annak lenne több értelme. Tehát ezt végül megsikerült szereznünk, ilyen kis izénk nincsen, nem? Szarvast végül nem kaptunk. Talán pont akkor haltam meg. Köszönöm szépen, kis Ring of Fire volt, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Máté, neked is az Andi Love-ot. Nagyon szépen köszönöm. Na megmentjük! Fel akartak téged áldozni, de jöhetsz hozzám dolgozni. Micsoda üzlet! Köszönöm Csabi, neked is a Melodit. Hát ez... ez zseniális. Dolgozhatnak nekem tovább. És itt van valami kis bolt. Nekem ez tetszik. Meg ott ilyen dupla érme, meg ilyenek vannak. Gondolom ez lesz itt a nehezebb. Mi történik itt? Kis izék, lények, olyan finomak. Nagyon-nagyon finom kis hamika. Meg tudom őt venni. Ó, lol. Tudok követőt venni, megette volna, de azt mondja, hogy ennyi pénzért inkább odaadja nekem. Annyira szeretek a kis csontjaikon rákcsálódni. De olyan finomak. Ez beteg. Jó, őt még arról beszél, hogy lehet, hogy megtartja. De akkor az ennyi volt. Megvettük magunknak. Köszönöm szépen a rokkatakot, meg a pizzát, meg úristen, be vagytok kergülve, nagyon szépen köszönöm, ne csináljátok ezt! Köszönöm kis Rigó neked is! Köszönöm még egyszer a rokkatakot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Na, most már tessék lenyugodni, köszönöm. Mert ebből küszöbb lesz. Köszönöm szépen. Azt a mindenit köszönöm szépen, 4Games, neked is a kombót. Csabinak a hotdogot. És kacok, ne csináljátok ezt.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Máté, és mi összebeszéltetek? Vagy most mi van? Köszönöm Máté neked is. Meg kell majd csinálnom az alerteket, hogy ezeket kiírja a képernyőre. Ah, majd ma azt hiszem, ezzel is szeretnék foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm. Ó, jaj, mi van itt? Itt vannak az istenek. Igen, valaki másnak a fején van most már a vörös korona. De hogyan? Mindent megtettünk, amit tudtunk. Nem érdekes, nem szabad ezzel sem urát zavarnunk. Intézd el, testvérem, ahogy szeretnéd, nővérkém. Hát akkor most harc lesz itt, boss harc. Ja. Szóval ebből a OP támadásomban már csak egy van. Hány wave lesz vajon még? Nem merem. Ó, jaj. Többet kellene docsolni. Félek, hogy alig marad életem. Mennyi életkem? Egy szívem van. Köszönöm kis Rigó neked is. Most sajnos pont nem nagyon tudtam ezekre odafigyelni, de nagyon szépen köszönöm. Jó. Hú. Kaptam egy kék szívet. Azt a mindenit. Arénába vesztésre állok. Ó. Ja, hogy aréna csata megy. Köszönöm szépen. De idesek vagytok, köszönöm. Hát most itt nem tudom, hogy merre menjünk tovább. Ó, itt a kártyám. Akkor egyértelműen ide. És olyan van, ami erőt ad nekem? Divine Strength. Legyen a kritika. Hát, ha sikerül egy kritikát sebezni majd rá. Szerintem most jön amúgy a boss. Csak hogy jó legyen. Vagy még nem? Hányan vagytok még? De szívet egyik se akar dobni, egyik ilyen cucc se. És ez nagyon nem jó. Alig van életem. Traitor's Razor. Hát maradjunk ennél, ez egyébként nem volt rossz. Ó, valakinek az ágya összedőlt. És most jön a boss. Köszönöm kis Rico a defendet. Most jön a boss. Remek. Nem szabad veszítenem, mert tényleg azt fogják gondolni a követőim, hogy gyenge vagyok. És egyébként ez tök rossz. Volt most volt egy kis élettöltésem, jó? Ezekből a piros virágokban egyébként valami potiont, hogy valamit nem tudnék csinálni. Általában az ilyenekbe lehet a videójátékokban készíteni. Köszönöm szépen, kis Rigó! Azt a mindenit. Mennyi van még amúgy ebből az aréna harcból? Mert most így látom, hogy borzasztó kedvesek vagytok tényleg, hogy itt próbáltok nekem segíteni, hogy megnyerjük. Tehát, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem nem ilyen öndonételős bánat, aki ellen besorolt. Hounds of Fate. Próbáljuk meg most azt. 129 csontunk van, az mondjuk elég jó. Ó, kártya! Életes kártya, teleszkóp. Teleszkópnak most már sok értelmét nem látnám, az még a legelején amúgy tök izgalmas tudna lenni. Köszönöm, hogy itt voltál, Annabel! Ó, és már itt van a boss. Ó, ezzel nagyon viszont... ezzel nagyon jól kell célozni. Thank you.
jól látom, tehát ez nem annyira egyszerű. Másikkal egyszerűbb támadni, az ugye követi az ellenfelet. És ebből többet most nem is tudok ráküldeni, úgyhogy most már csak a kézi fegyver maradt. És nem állok jól, na fél szívem van. Ez rotty, ez... Nem sok esélyt látok sajnos arra, hogy megnyerjük. Ki kell találni, hogy melyik támadása után érdemes őt támadni. Talán egyébként ezután, mert most van az, amikor ilyen nagy területen sebez. Aha, ilyenkor. Ilyenkor lehet rá jókat sebezni. Most jön megint az, hogy nem szabad a közelébe lenni. És akkor most lehet ütni. Ne! Hát de eddig az izé jött, a köpködős támadása. És pont a bossnál megint. Bakker. Hát ez szomorú. Csak azt akartam mondani, hogy imád engem, de édes. Egyem meg. Kapsz egy áldást, jó? És gyűjtött is nekem izéket, Lambert, meg ilyeneket, de jó? Ott dolgozik bent. De várjál, izé meg... Ott nyomja még a hülye dumáját. Gömbi. Sikerült őt vajon most már meggyőznünk? Nem, még mindig mérgelődik. Mész akkor a börtönbe, most már tényleg nem érdekel. Hát igyekeztem. Mártír lettem, látod? Kell még egy börtön, hogy be tudjam zárni a másikat is. 25 fa kellene hozzá. Úgyhogy azt majd még meg kell nézni, hogy... És ilyenkor elmennek és dolgoznak mást, ez tök jó. Megáldjuk őt is. Közben ők is azért fejlődjenek, meg akkor az újat is, két új követőnket is befogjuk. Ugye egyet kiszabadítottunk, egyetünk megvásároltunk. Ő már megkaptam az áldását. Amúgy a kis róka a legcukibb, szerintem ő a legédesebb. Sziasztok, skacok! A kedvenc követő, igen? Hát köszönöm, skacok! Ő is szintet lépett király, és akkor kaptunk belőle követ. Ezeket az ágyakat gyorsan meg kell javítanunk. Meg kell még új ágyakat is csinálni. Most itt a templomban szerintem megint tudunk egy csomó mindent. Koronát is tudnám fejleszteni. Azt meg azért csak jó lenne. Sziasztok! Melyik lenne nekünk jó? Law and Order. Prince Vaj of Ursigund. Work and Worship. Ez talán jobb lenne. Faithful Trade. Vagy Industrious Trade. Faithful. Nekem olyanok kellenek, akik valódi hívők. Én azt akarom, hogy mindenki higgyen bennünk. Ő aztán ilyen gömbi félékkel ne kelljen foglalkozni. Az úgy jó, ha valaki meghal, akkor azért még változhatnak itt a dolgok. De elméletileg mindenki megkapja a Faithful Trait-et. Gondolom viszont, hogyha valaki meghal, akkor ezt elveszíthetik. Na, tök jó, Dorina, mi finomat készítesz? Mesélj! És itt most csak ezt az ágat tudom erősíteni? Itt is elmetek tudnám, Curse of the Oculist.
Vampiric weapons. Lehet, hogy akkor erre kellene Bane weapons. Hát ha hasznos lehet ez is. Így hisznek bennem, egyre erősebb vagyok. Jó, rituálét tudok csinálni? Ez még mindig cooldownom van. Pedig a rituálékat nagyon szeretik, olyankor nagyon sokáig hisznek bennem. Szóval most már kezdenek éhesek lenni, az meg nem jó. De vannak új emberkéink, úgyhogy mi legyen a nevük? Segítsetek! Van egy szkeptikus. Már megint egy szkeptikus. Nem szeretem az ilyen szkeptikusokat. Sőt, most krumplival és salival. Ú, az fincsi. Na segítsetek, skacok! Mi legyen a neve ennek a kis szarvasnak? Szarvasunk szerintem még amúgy nincsen, de nyilván ugye tudnék neki választani másikat is. Ú, lesz majd unikorn is, és most nézem. Meg halfejű, meg kakifejű. Az lesz a kedvencem. Rudolf, Bambi, Aggancs. Bambit azt sokan írtátok. Bambi. De akkor legyen ilyen barnább színű. Pánatka, mondjuk az is jó lett volna. Lesz most majd még egy. Ő pedig szerintem menjen és akkor vágjon fát. Csak hogy legyen bőribe való. Ja, nincsen eléggé. Nincsen elég ágyunk, ugye azt mondja, hogy meg kell csinálni. És akkor van egy ilyen kis farkasunk is, vagy nem tudom, mi szeretne lenni. Micsoda, ő pedig cinikus. Nehezebb őt szintezni. Na neki mi legyen a neve? A kis farkasunknak. Szerintem farkas. I guess farkas. Yes, vagy kecske? Lehet erre mondtam, hogy kecske. Na mindegy. Bánatka, holdfény. Maszat. Az persze, hogyha izé meg kell ölnöm, akkor nem. Nagyon holdfény. Na, ő is csatlakozott hozzánk. Köszönöm szépen, skacok a neveket. Mi meg akkor vágjon, vagy szedjen követ. És akkor kell még két ágyat leraknunk, ha minden igaz. Ezeket a sátrakat nem tudom még feloldani, de... Igen, ez kevesebb alkalommal fog összedőlni elméletileg. Hogy ennek már így örülni fognak. És akkor már nekik ilyet csinálok. Hú, ez viszont öt izé kell, ez kell kő is. Ez jóval drágább, igen, ez már kell három darab kő. De csak lesz. Hogy gyűjtik nekem a fát, egyem meg. Tök jó fejek. De nincs még így se elég izém. Az hogy lehet? Az vajon hogy lehet? Szóval azt még mindig nem tudom, hogy ezt miért ültettem, mert arra még nem jöttem rá, hogy ez miért lesz nekünk jó. De Zuzut még mindig nem sikerült bőribe rakni. Pedig most arra is elkezdtem gyűjteni a fát, de akkor ennyire kevés fánk van. Három darab! Mire költöttem? Tudni valamire? Elköltöttem. Mi már kapott áldást? Szerintem az újjak nem kaptak egyedül. Ezt a követ mindjárt kibányázták, úgyhogy idejövök, mint hogyha... Az egészet én csináltam volna az utolsó pillanatban, még segítettem nekik. Pet dog? Á, ez egy kutyus! Meg tudom őt simogatni azért, mert jó kutya. Menj már, ez nagyon jó. Adok neked áldást is. Ez jó. Ez tetszett. Erre nem számítottam, hogy csak azért, mert ő egy kutya. Ilyen lesz. Ez egy jó poén. Hát ez a böri, ez nem annyira jó. Nem tudom egyébként, hogy mit lehetne csinálni.
Őt egyszerűen nem tudom visszaalakítani. Úgyhogy ő lehet megy a föld alá. Bármennyire is gonosz. Kit kellene, Zuzut kellene bőribe zárnom. Hát Zuzu... Lehet, hogy izé lesz neked, Böri. Teljesen ki van? Rozitól bevesszük az izét. Ezért. A questre valót. Köszönöm, hogy megmentettél minket, meg biztonságban van itt minden. Ja, és most őt kiengedjük, mert szegény teljesen ki van. Megbűhődtél, remélem. Téged meg visszazárunk a börtönbe. Megoldottuk ezt a problémát is. Igen, azt írja, hogy riadjuk it or kill. Tehát, hogy vagy meggyőzöm, vagy megölöm. Ez a két lehetőség van. Egyik se kedves. Mármint az, hogy meggyőzöm, talán az még annyira nem gáz, de... Na, értitek. Szóval nekünk nincs elég ágy, és ez baj. Most már egyet le tudok rakni, egy ilyen kis sátrat. Ja, egy upgrade-elni tudom, oké. Akkor mindenféleképpen meg kell raknom a gagyi ágyat is. Ilyen sokáig tart upgrade-elni. Etesd meg őket. Igen, az is terve van. Köszönöm, hogy szóltál. De gömbivel nem tudom, mi a fene legyen. Talán lemegy a nap, mire én ezt az izét, vagy feljön a nap, mire én ezt az ágyat upgrade-elem. Egy jó gömbi levest? Ah, nem sikerült az aréna. Minden esetre nagyon szépen köszönöm mindenkinek, skacok. Kutyus mondjuk ott elalszik a földön. Neki ez nem tűnik problémának. Kajából viszont olyan jókat nem tudok sajnos csinálni, sajnos. Sajnos, sajnos, sajnos. Szó ismét, és a királya vagyok. Hát így kapnak gagyi kaját is, az meg nem fog nekik tetszeni. Éjszaka öljen meg! Nem tudom egyébként, hogy hogy lehet megölni. Szerintem ahhoz kell valami külön izé. Egyél! Ó, tudod mit? Megkapod a legjobb kaját. Megkapja a legjobb kaját, ha ezzel se sikerül őt meggyőzöm, akkor nem tudom, mivel tudnám. Valakinek megint összedőlt az ágya. Még mindig nem hiszel benne nekem, Gömbi? De nem, ő nagyon-nagyon ki van, ő borzasztóan mérges. Szerintem őt nem lehet meggyőzni. A Börivel se. Lehet, muszáj leszek tényleg őt megölni. De emeltek, itt most megint lehet ilyen szermont csinálni. Köszönöm szépen, Zsuzsi! Nagyon szépen köszönöm! Király! Hát akkor még jobb fegyvereket szeretnék. Hát, ha így majd ilyen lélek, vagy életnyerő fegyverekkel tovább fogok jutni. És itt az izét még mindig nem ezt akartam, a rituáléknál még mindig nem tudok ilyet csinálni. Mindig cooldownom van. Hát ez szomorú. Most legalább Gömbi is eljött velünk. De továbbra se lett meggyőzve, úgy látom. Pedig vannak, akik földön alszanak, és ők is vakon hisznek bennünk. Ez a vicc ebbe. Mindenki kap egy kis áldást. Szarvas megvolt, nyuszi megvolt.
Csak így most ki lesz? Várja, valaki megbetegedett? Ajaj, Zuzu megbetegedett, az nem jó. El kell akkor őt küldeni. De mi, ennyire sok a kaka? Ó, ez nem jó, jobbulást kívánok, Evelyn. Pihent ki magad. Éjszaka, ha megölöd, akkor a többiek nem látják. Hát csak még nem tudom, hogy hogy tudom őt megölni. Majd, ha rájöttem. Várjál csak. Az a kis róka az, amit nagyon akart tőlünk, azt a végén kiderül, hogy tényleg ő a... az áruló. Az milyen nagy csavar lenne. Mindjárt meghallgatom a questedet. Meg is simogatjuk, mert jó kutya volt. Bár ezzel túl sokat nem kapok, de azért na. Vannak itt lények, akik szeretnének beköltözni. De betegek. Hagyjuk őket. Kettő darab beteg követő jönne. Hát én ezt most elutasítom. Holdfény se hisz nekünk! Holdfény, ne csináld ezt velem! Nem szabad nekik nemet mondani. Nem szabad nekik konkrétan nemet mondani, meg kiakadnak. Na most már ketten izé. Rozi is lebetegedett? Hányan vagytok még itt betegek? Erről van szó, már így is van két beteg emberem, azt izé. Még több beteget fogadjunk be, persze. Beküldelek Holdfény a bőribe, hát ha akkor majd megnyugszol. Hát ez fantasztikus. Ez mind fel is tűnt, hogy nem voltál itt. Üdvözöllek egyébként, köszönöm, hogy most itt vagy. Fel is tűnt, hogy nem láttalak mostanában. Még mindig nincsen három darab fám, hogy azt megjavítsam, tényleg? Hát jó. Megjavítjuk az ágyát valakinek. De most nagyon-nagyon nem hisznek bennem megint. Valami históriát kell nekik majd mondani, vagy nem tudom, hogy higgyenek. Pedig takarítom itt a kulát, meg mindent utánuk, azt nem hisznek, nézd meg. Ha őt sem győzöd meg, akkor sok lesz a pöri. Vagy a böri. Lehet mindenkit fel kellene áldozni, hát lehet. Mi ez a játék, orvosos vagy mi? Nem, egy szektát vezetek. És hívőket tartok, és most ketten nem hisznek bennem, ketten meg megbetegedtek. Úgyhogy nem a legjobb a szituáció. Az az igazság, hogy nem a legjobb a szituáció jelenleg, amiben belecsöppentél. De legalább a kakával szépen be tudjuk itt fertilizolni a dolgokat. Hát... mit tudnék csinálni, hogy higgyenek bennem? Szerintem ennél tudom őket amúgy megölni. Akik nem hisznek. Ki azt majd meg kell néznem. Mert most már itt ellenem prédikálnak. Ez mibe kerül egyébként? Ez a... 20 izé coinba, akkor viszont el kell mennem még kalandozni. Na jó, szerintem még egy negyed órát játszok. Azért 3 óránál most többet nem szeretnék ebből a játékból, mert valaki vissza szeretné nézni, akkor neki nagyon nehéz lesz bepótolni. De ezt mindenféleképpen folytatjuk, mert zseniális ez a játék. Még akkor elmegyek egy kalandozásra, szerintem az úgy pont bele is fog férni. Erre volt egyébként? Volt egyébként ma templomban bármi?
Szerintem az ma még nem volt, nem? Hogy higgyenek. De már volt a mai nap. Ó, te. Az baj. Hát akkor... Akkor megyünk és kalandozunk. Köszönöm szépen a sityogokat. Igen, felszedtem a kakikat. Maradt egy kevés, de azt folyamatosan szedegetem meg. Tudom, hogy amiatt betegednek meg. Azt írta a játék a legelején is. Adjak nekik jó kaját. Adnék, csak nincs miből. Tehát, hogy... Nyilván tök jó lenne, csak hogyha nincs olyan cuccom, akkor úgy nehéz. Tehát, hogy a jó kajához össze kell gyűjteni az alapanyagokat, és mostanában nem nagyon volt semmi olyan. Egyre nehezebbek amúgy ezek a kalandok is. Tehát megvan, hogy mit kéne csinálni, nem azzal van a baj, hogy világomról nem tudok. Az a baj, hogy nincsenek meg ezek az alapanyagok, és nem is nagyon tudom, hogy... Hogyan fogok annyit szerezni, hogy mindenből legyen? Ez az a fekete izé. Oké, az most annyira nekem nem hasznos. Vagy ezek meg nem mozognak. Áh! Ezek ellen pont nem jók ezek a fegyverek. Rendesen mondom, ezek nehezebbek már. És még az elején vagyunk a barlangnak, vagy nem tudom, minek nevezzük ezt. Ez mi volt? Skull Necklace. Ó, ezt majd adottam neki kadna ajándékba, király. Már ha túlélem ezt a kalandot. Nem. Perc alatt kifinktam. Na várjál! Erre visszamegyünk, ez nem úgy van. Most még kevésbé hisznek bennem, ne! Már semmennyire nem hisznek bennem a követőim, mert meghaltam. Mi lehet, ezek nem voltak a megfelelő Death Sweep. Ez jónak hangzik. Na majd ezekkel a fegyverekkel megmutatom, figyeld meg! Lényegesen egyszerűbb terület volt most, idáig legalábbis. Nem volt annyi csapda, meg ilyesmi. Megmondom, ezek a izék is azért jobbak. Ezek a fegyverek. Az előbb nagyon bánat fegyvereket kaptam. Gyöngyi a riválisunk, verjük meg Gyöngyit! Verjük meg! Holnap, hogy pont az egész napomat kb. Vele fogom tölteni, mert tök jó fej is eljön nekem segíteni, de azért... Na, azért értek, aréna harc van. Ilyenkor nincs barátság. Hú, jó, majd menni kell nekik izé, prédikálni. Na jó, jó izét adjál nekem kártyát, könyörgöm. Gift from below. Köszönöm, 10%-kal több eséllyel kapok kék szíveket. Köszönöm szépen, Rani, az Andi lábot, nagyon szépen köszönöm. Viszont nem kell amúgy kétségbe esni, hogy most azt mondtam, hogy nagyjából egy 3 órás streamet tervezek ebből a játékban, mert este valószínűleg még majd jövünk vissza valamivel. Nem tudom mivel, nem akarok semmit sem megígérni, mert hangulattól függ úgyis. De ja. Köszönöm a kávét. Nem kell. Hozott nekem kávét, pedig nem is kértem, hihetetlen. Movement speed. Ó, király.
Köszönöm Kisrigó, köszönöm Csabi neked is. Háborúban nincs barátság, úgy-úgy. De csak fognak hívni, csak fognak bennem hinni. Új, itt ilyen hosszú utat kell bejárni. Arra fele lenne új követő, de kell még nekem új követő? Most így is bőven gond van csak velük. De ott meg kaját is kapnánk, úgyhogy csak a követős felé kéne menni, mert itt van kaja. És azért ez nem rossz dolog, hogyha... Valamivel meg is tudom őket etetni, mert most pont az volt a baj, hogy rossz minőségű kajával tudtam csak őket etetni. Akkor megyünk erre. Azt kisz... Oj, de édes vagy, vörös panda vagy, nem tudom micsoda ez. Ja, és neki is a faluját felégették, úgyhogy itt küzdenem se kell érte. Ez így király. Az a mókus nem akar még előjönni, hogy legyen egy kis húsim belőle? Viszont itt nagy küzdelem lesz. Kaptam tűzgolyót és hallottad is a hangeffektet. Csak az egyedül Minecraft-ban olyan, hogy megijeszthet mondjuk a Netherbe, mert azt hiszem, hogy rám lőttek. Tehát itt most annyira nem váltott ki belőlem félelmet ebben a játékban a Minecraftos hangeffekt, de köszönöm szépen. Oh! Mizu Roblox! Ott a szívecském, köszönöm szépen. Hú, az ami merchant? Vagy mi van bele? Miért van olyan kis izi a feje fölött? Vagy az... Az nekem nagyon veszélyes, nagyon durva. Jaj, miért ez? Ó, jaj. Menj már! Először ezt kéne... Ne! De az embert megkaptam legalább. Rendesen nehéz, pedig közepes nehézségen játszok. Mi van? Te hova mész? Hello! Igen, nincsen hitük. Meg fogunk halni! Jaj, ne! Valaki meghalt! Ki halt meg? Ők haltak meg? Ki halt meg? Valaki meghalt állítólag. Ne, hogy gyertek akkor be? Adok nektek hitet, de ki halt meg? Ó, te jó ég. Nem hangzik jónak. De miért nem tudok megint rituálit? Ó, hamarosan már elérhető lesz, az majd ad nekik egy csomó hitet remélhetőleg. Ah, ki vannak rám teljesen. Jó, Rozi is hamarosan felépül. De ki halt meg? Holdfény még nem? Szerintem, ő még egész jól érzi magát. Ó, ő mindjárt teljesen meg is térül, szerintem. Pedig volt egy ilyen gömbi, halt meg. Na, mondjuk. Elhagynak a követőim, hogyha nem hisznek. Az baj. Nem tudom, mivel tudnám őket boldogabbá tenni. Kapnak rendes kaját, hát az megnyugtatja a lelküket. Ez az a bogyós izé. Utazásom során szedtem nektek. Remélem elégedettek lesztek vele. Rozi még ennyire beteg?
lehet, hogy amúgy tényleg Gömbi halt meg, ó, Rozi is megbolt, vagy meggyógyult, megboldogult. Azt kéne még csak. Közben van egy új emberkink. Na neki mi legyen a neve? Igen, Barika vagyok. Egy bárány, aki egy szektát vezet. Ő például, ő lesz az én emberem. Jaj, nem, mert ő nem hisz. Viszont könnyebb szintezni, meg önmagától mindent meg fog hallgatni. Bogyó, az aranyos. Legyen Bogyó. Köszönöm a nevet. Ne kéget le ugye a faluja. És hát worshipeljen szerintem ő is. Hát, ha úgy majd jobban hisznek. Egyébként ilyenkor, hogyha adok nekik ezért áldást... Tehát továbbra is úgy kivannak rám. Give blessing. Kis rókának amúgy adok szerintem még egy nyakláncot. Feather necklace-t. És akkor így ő még szintet is lép, és remélhetőleg így akkor... jobb lesz a helyzet. Ah, oké, oké. Javulgat, javulgat. Te is kapsz egy ajándékot, bár te most csatlakoztál hozzánk, de azért kapsz egyet. Csak ennyire tetszik? Az úgy jó. De így kapsz egy áldást is. Igen, hogy ott nehezebb szintezni, valami ilyesmi volt. Ők is kapnak még gyorsba egy áldást. Úgy hívják a kutyádat, lol, Bogyónak? Az aranyos név. Azt kellene még megnézni. Refinery, ez micsoda? Resource szintú. Ó, ezzel új alapanyagokat fogok kapni. Na, ugye egy farm épület lehet, hogy jó lenne még nekünk. Farming bundle. Ja, és ezzel ők fogják öntözni a növényeket. Az mondjuk hasznos. Scarecrow. Ezt már nem tudom viszont sajnos megtanulni. Ez mi volt ez a hang? Valaki... lesmárolt valakit? Vagy ez mi volt? Ez nagyon fura hang volt. Te még mindig nem hiszel bennem? Read mind. Faithful. Ajaj. Szerintem őt már holnap amúgy el tudnám engedni. Halott testét nem kéne lásni? Igen, nem tudom, hogy hol van, hol halt meg. Tök jó lenne, ha tudnám, de nem tudom, hogy hol halt meg. Úgy meg elég nehéz. Mert itt erre láttam elsétálni, azt annyi. De ha valahol látjátok, akkor szóljatok nyugodtan, de... én sehol nem látok holtakat. Az ágyba nem halt bele senki. Nyuginak tűnik egy egyébként a helyzet. Egy kis kaka van még, azt annyi. Szerintem ő csak megunt minket, azt elsétált, vagy nem tudom. Mondjuk az egyik ágyat tudnám még fejleszteni. Meg amúgy tényleg kellenek majd még plusz ágyak is. De az is fa kellene. Majd még plusz, mert sokan a földön alszanak. Nekem nem volt szerződésem a trovóval. Úgyhogy nekem azért nem szüntették meg a szerződésemet, mert nem volt velük szerződésem. Nem azért jöttem ide streamelni, mert ajánlottak bármit is ezért cserébe. Bárki streamelhet egyébként azok közül is, akik... akikkel megszüntették a szerződést, csak szerintem nem akartak tovább itt streamelni, azért nem... voltak úgy vele. De nem lett senkinek megtiltva.
az hülyeség, ha valaki ilyet mond. Maximum egy kis sértődöttség lehet a mögötte. Farmer Station, egyébként ez is jó lenne, meg a Seed Silo is. Fa kellene, sok-sok fa. Még megvárom, amíg felkelnek. Hát azt nézem, hogy még mindig rossz a hitük. Hú, várjál, viszont most majd tudok nekik olyan izét nyomatni reggel, ahogy felkelnek egyből. Ezt nagyon szerették. Nem ezt, a másikat. A rituálit. Jaj, de ez 10 fa kell. Ó, az meg 10 fa kellene. Sziasztok, skacok! Work and Worship 2. Inspirálás. Vagy fenyegetőzés. Inkább inspiráljuk őket, én azt mondom. És akkor ez elmetek felülírja az áldást. De ez egy erősebb interakció lesz. Ha minden igaz. De ezt akkor megint tovább lehet szépen fejleszteni. Jó. Ezzel egy plusz átkot kaptunk. De rendesen itt mindent fejleszteni kell ahhoz, hogy az ember tudjon érvényesülni. És Malkrek már megint izé... összedőlt az ágya a kokótól, viszont most már be tudom gyűjteni, ha minden igaz, a dolgokat. Mert ugye ez egy küldetés is volt, és akkor most még jobban fognak bennem hinni. Vöröske, mit szeretne? Kérlek, ne ítéljél engem, de mindig is szerettem volna olyan ételt enni, ami kakából készül. Tessék! Egy tál vödör szoftos kakát akar enni. Edd meg. Ha te erre vágysz. Csak remélem ő fogja megenni. Vöröske, menjél enni, jó? Ne, valaki más megindult. Remélem te eszed meg. Jól hangzik, ugye? Köszi Réka, hogy itt voltál. Ne felejtsem el kiengedni a kutyát, köszönöm tényleg. Köszönöm szépen, kedves vezetőm. Örökre hálás leszek. Csak ettől megbetegedhet, hogyha kakát teszik, szóval nem tudom, ez neki miért volt jó. Lehet meg akar halni, vagy nem tudom. Kutyus, igen, szerintem már ki tudjuk innen engedni. Átneveljük. Ó, most már nem lázad, most már hisz bennünk. Most már elengedhetjük innen. Na, végre, hogy most már hiszel bennem. Depressziós életkörülmények miatt akarta ezt meg. Lehet egyébként, igen, ebbe látta az utolsó megoldást. Hát, ha belehal abba, hogy kaki teszik. És valami 52 nyerte a Treasure Boxot. GG, gratulálok. 3 órára állítottam a Treasure Boxot. Nagyon beszippantott ez a játék. Nagyon tetszik. Na majd ezzel még mindenféleképpen tényleg játszani kell, már. Mert baromi jó. Egyetek még, bolondok. Valahol még kell legyen egy kis kaka. Azt látom. Ti még itt imádkoztok nekem, királyság. Kokótól mindjárt begyújtjuk a hitet. És akkor egészen... Igen, végre. Újból hihet. Bár egyébként nem tudom, tehát ő szerintem eddig is hit. Inspire.
Come. Te is hihetnél bennem, köszönöm. Ennyi volt, várjál. Többiek is kaphatnának még itt ilyen inspirálódás. Ez a hang. Zöld háttér direkt nincs bekapcsolva. Igen, mert ahhoz még föl kéne kapcsolnom két soapboxot, ami 40 fokot csinálna a szobába. Egy kattintás lenne, csak nem szűrnék ki szépen. És nem akarom azt, hogy megsüljek így nyáron. Nem fogom magamat ezzel szivatni. Csináltam neked kakát, az csak ennyire mentél föl. Nem kapsz több kakalevest? Kakapürét? Köszönöm szépen mindenkinek. Teket se inspiráltalak ma, még úgy érzem. Kutyust amúgy lehet, hogy tudnám inspirálni. Meg akarom simogatni. Amúgy tényleg vakarászom a fületövét, aztán izé, ellen akart nekem állni. Gyere! Tudom, hogy szereted, amikor megvakargatják a fülettövét. Jó, szerintem itt most mindenkit megáldottunk, legalábbis remélem. Ezt követem, most segítek nekik kiszedni, mert már 3 napja ezt ütik. A bocit inspiráltam? Lehet, hogy nem. Mindjárt visszamegyek, megnézem még. Nem szabadna laggolnia. Nem szoktam úgy streamelni, hogy az laggoljon, arra mindig odafigyelek. Milyen édesek? Miről beszélnek? Most mérgelődnek, várjál már! Vagy csak összevesztek egymással? Veszekedtek egy kicsit, azt most... Jó, bányásznak tovább. Segítettünk a követőknek. Ó, és ezért is hisznek bennünk, ez tök jó. Hát igazából ezzel is hitet kapnak. Azért, hogy felszedem a kakiukat, nem? Az nem, az smafu. Lehet még bánják is. Azok után, hogy ezt akarják enni sokszor. Szóval még egy farmépületet tök szívesen építenék. Ó, ezt be tudom gyűjteni, köszönöm. Várják itt, a bocit nem inspiráltam, ugye? Ezt most nem tudom sajnos felvenni. De majd mindjárt úgyis abba hagyom a streamet, és akkor visszahívom. Pillanatot kérek, mert ezt nem fogják érteni, hogy kinyomtam a telefont. Visszatértem, bocsánat, csak nagypapám hívott, és kinyomtam, de mindenféleképpen el akarta mondani, amit el akart mondani. Nincsen egyébként baj, csak... Na, értitek. Confession bus. Új, 10 év van, gyóntató fülke, meg ilyeneket is lehet. Healing Bay. Outhouse. Ó, tudnak kak... ez még messze van ez az outhouse. Lizzie Blackheart nyerte közben a Treasure Boxot. GG. Akkor mindjárt nézem, mit tudnánk még itt fejleszteni. Egyébként ez mit csinál? Szerintem felhallja, hogy quest, gather resources. Hú, ez jó! El tudom őket küldeni. Olyan, mint a V-Risingba. És most újból ezeket szépen be tudom gyűjtögetni. Jó, gyűjtögetik ő most szintet lép, ha minden igaz, úgyhogy akkor ő is belőle is még tudok gyűjtögetni. És már van 2 ilyen kövünk. És
A bocit elméletileg még nem inspiráltam, azt mondtátok, úgyhogy azt megnézzük. Ah, tényleg, ő még tényleg nem kapta meg. Jó, és akkor így most mindenki megvolt, ha minden igaz. Alapanyagok terén viszont úgy állunk, hogy 4 darab fánk van. Fából nagyon sokat kellene még gyűjteni. Ilyenből kellene még leraknunk sokat. Mert a fa az nagyon-nagyon lassan jön sajnos. Viszont szerintem skacok, most akkor ennyi volt ez a játék, így is már azért túlcsúsztam azon a 3 órán, mint amit mondtam. És tényleg, hogy esetleg valaki szeretné bepótolni, akkor legyen rá lehetősége. Úgyhogy a mai nap még valószínűleg esefele jövünk vissza streammel. Várunk titeket oda is sok-sok szeretettel. Még egyelőre nem tudom, hogy mi lesz, de majd úgyis kiderül. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor találkozunk még. És sziasztok! Hello, hello!